Köszöntelek titeket! Ezen a tulajdonképpen könyvbemutatónak is lehetne nevezni, de inkább a könyv tartalmáról fogunk mi most beszélgetni, és az evangelikalizmus szempontjából vizsgáljuk ezt a könyvet. Bemutatom először is beszélgető partnereinket, Mikola Borbálát. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és beszélgethetünk ezen a zárt körű találkozón. Külsőkelenföldi lelkész vagy, lelkipásztor, ugye? Jól mondom, és Szabó Lászlót, aki Újpest belsőváros lelkipásztora. És mind a ketten, ezt talán kijelenthetem, hogy az evangéliumi mozgalom tagjának tartjátok magatokat. Igen? Így van. Félve jelentett ki. Majd most kiderül. Már igazából ezt ugye nem nagyon lehet tudni, erről is szól a könyv, tehát rögtön belecsaptunk a lecsóba. Én pedig Márkus Tamás vagyok, ugye itt Őrmezőn a lelkész. Röviden mondanék egy életrajzot Schaefferről, hogy azok is tudják, akik nézik ezt a beszélgetést. Ugye egy prezbiteriánus lelkészről beszélünk, majd javítsatok ki, vagy egészítsetek ki, ha valamit nem mondtam, teológusról, filozófusról. A Westminster Teológiai Szemináriumon végzett többek között tanára volt, Cornelius van Til és Gresham Machen. Az utóbbinak magyarul is megjelent egy műve. Erről majd beszélni fogunk, úgyhogy ezért nem részletezem. Kereszténység és liberalizmus, ami az egyik legikonikusabb vagy meghatározóbb mű, ha evangelikalizmusról beszélünk. És hát Schaefer testközelből élte meg vagy át a presbiteriánus egyház liberalizálódását, majd utána a konzervatív közösségeknek több részre szakadását. Annyit még hagy mondjak el, hogy 1912-ben született, 84-ben halt meg, amikor én születtem, körülbelül 20 könyvet írt, ebből én úgy tudom, hogy 6-7 művet lefordítottak magyar nyelvre, feleségével alapították meg a Labri közösséget, ez egy tanulmányi és tanítványi központ volt, ezt Svájcban hozták létre, majd erről is mondok röviden valamit. Hát konkrétan azt, hogy 48-ban költöztek át az USA-ból Svájcba, így családosan telepedtek le, és itt alapították meg a Labri közösséget, amely egyfajta, és most idézőjelben mondom, evangéliumi zarándok helyé vált. Talán ezt mondhatom. Egyébként a Labri az egy francia szó, a jelentése menedék, vagy menedékház. Egyszerre volt ez egy teológiai, filozófiai szeminárium, és egyfajta lelki közösség. És állítólag fiatalok ezrei fordultak itt meg, tehát tényleg egy zarándok hely volt, és vitték tovább Európába és Észak-Amerikába, meg a világ más tájaira az evangéliumi szellemiséget. Szabados Ádám írja, evangéliumi író, ugye mindannyian ismerjük személyesen, nem is kell nagyon bemutatnunk, a Divinity blog szerzője egy korábbi cikkében, idézem, ezt írja Schaefferről, meg a Labriról: ez a kis szolgálat azt bizonyítja, hogy globális hatást sokszor lokális erőfeszítésekkel tudunk elérni a Szentlélek ereje által. Szerte a világon keresztény influencerekkel találkozom, akik Labrinak köszönhetik, hogy ma szilárdan állnak a hitben és hatnak a kultúrára. A 20. század közepén Francis Schaefer olyan hangsúlyokat hozott ugyanis vissza a kereszténységbe, amelyek sokak számára életmentőek és rendkívül megtermékenyítőnek bizonyultak. A következőket sorolja fel Ádám, illetve idéz egy szerzőtől. Egy, a keresztény hit igazsága, mint hangsúly. Kettő, a természet feletti valósága. Három, a spiritualitás embersége. Itt azért hagyd tegyem hozzá zárójelbe, hogy ez arról szólt Schaefernél, hogy az emberség önmagában nem rossz, hanem romlott. Ugye istenképűek vagyunk, tehát önmagában nem vagyunk bűnösek, hanem megromlottunk és bűnössé váltunk. Ezért a megváltásban Isten nem megkerüli, hanem helyreállítja az embert, az emberséget, beleértve az értelmünket is, és ennek nagy szerepe lesz abban, ahogy ő hozzááll a keresztény kultúrához, meg beszél róla az evangelikalizmus kapcsán. Négy, a bűnbeesés valósága, és öt, Krisztus uralma mindenek felett. Itt Ádám Abraham Kuypert idézi, ugye az egykori holland miniszterelnököt. Jól mondom? Nincs a valóságnak egyetlen négyzetmétere sem, amelyre Krisztus nem mondaná, enyém. Tehát Schaefer szerint minden spirituális, kivéve a bűnt, a valóság nincs szentre és profára osztva, Krisztus igényt tart a valóság egészére, tehát ezt már én mondom, hogy a létezés minden szegmensét értékelnünk kell evangelikál talajon.
A műveiről hagyd mondjak egy-két mondatot. Igazából felsorolás, hogyha valakit érdekel ezen a könyven túl, ami most jelent meg, Schaeffernek a munkássága, magyarra lefordítva Művészet és Biblia, az az egyik műve, Igaz lelkiség, talán ez a legnagyobb műve, Szabadulás az értelemtől, Ismertetőjelük a szeretet, akkor egy másik, ő létezik és nem hallgat, van egy vékonyka kis könyve, ezt régen adták ki, Halál a városban, a Biblia üzenetének jelentősége a 20. században, és van még egy filozófiai, teológiai átfogó mű, az Aki van. Azt hiszem, hogy ennyit fordítottak le magyarra. Ez a mű az evangéliumi kiadó gondozásában jelent meg, nekem László, te hívtad föl rá a figyelmemet, pár hete jelent meg a könyv, azt hiszem, és a címe ugye az angol cím tükörfordítása, a nagy evangéliumi katasztrófa. Nem is mondom el, hogy mi olvasható a hátoldalán, mert akkor azzal lelőném a poént előre. Inkább beszélgessünk róla. Az első rövid kérdésem, egy általános kérdés, hogy miért fontos ma szerintetek ez a könyv, ami igazából azt hiszem 84-ben íródott, tehát Schaeffer utolsó könyv és a halálának évében fejezte be. Miért fontos általánosan, miért fontos számotokra? Kezdjem. Engem személy szerint azért eléggé meglepett, hogy egy 36 éve keletkezett könyvről beszélünk, és hogy lám-lám most jutunk el ide 2020-ban Magyarországon, hogy ezt kiadjuk, ezt könyvet. Ami mégis Schaeffert időszerűvé teszi, hogy ő az az író, aki úgy tudott gondolkodni a koráról és arról az időszaknak a tendenciáiról, amiben ő él, kezdve akár politikáról, akár filozófiáról, akár művészetekről, bármiről beszélünk, a kultúra egészéről, hogy egész egyszerűen meg tudta húzni azokat a vonalokat, amelyek jelentőségteljesek a kultúrán belül, és ezáltal olyan tendenciákat rajzolt ki, ami a jövőbe mutatott még az ő korába, mi pedig látjuk ezeket beteljesedni. Tehát, hogy a könyv nagyon-nagyon érdekes, hogy ő még úgy beszél róla, mint jövő, mi pedig már úgy olvassuk ezeket, mint beteljesült proféciák, és látjuk azt, hogy megmondja előre, hogy mi történik az abortusszal, mi történik a homoszexualitással, mi történik a házassággal, mi történik az erkölcsel, hogy a kultúránknak milyen fő vonalai lesznek azok, amelyek... Tehát, hogy Schaeffert mindig érdemes olvasni, mert nem egy befele forduló valaki, hanem olyan valaki, aki körülnéz maga körül, és látja a világot, és jól értelmezi a világot. Egész egyszerűen Isten megadta neki azt a világosságot, hogy az értelmezései összhangban vannak, összecsengenek azzal, ahogyan Isten értékeli a világnak a jelenségeit. Személy szerint nekem nyilván ezért is volt érdekes, hogy látok valakit, aki képes arra, hogy így gondolkodjon. Tehát ez nagyon-nagyon bátorító, hogy ez lehetséges. És a másik pedig, hogy azért ő egy olyan hangot képvisel, ami nagyon-nagyon határozott. Tehát ő beleszól a kultúrába, és beleszól a jelenségekbe, és határozottan képvisel egy álláspontot, ami bibliai álláspont. És azt gondolom, hogy ez, ha más nem, akkor ez végtelen bátorító, hogy ezt lehet tenni, és hogy ezt kell tenni. Úgyhogy én személyesen ezt mondanám. De hasonlóan látom, ugye említetted, hogy 1984-ben halt meg Schaeffer, ugye erről könnyen eszünkbe juthat Orwellnek a hasonló című könyve, ami 50 évvel az írását, vagy hát a címét megelőzően született, és ő is egy ilyen proféta volt, aki látta, hogy milyen a hatalom természete, és hogyha ezen az úton haladunk tovább, akkor mi várható. És sok tekintetben azt mondjuk, hogy be is következett, amit mondott. Na most Schaeffer is, hát ha nem is 50 év távlatában, de annyira jól elmondta, hogy mi várható, és annyiban hangsúlyosabb az, amit ő elmondott, hogy ő nem egyszerűen egy fikciót mondott el, hogy szerintem akár így is lehetnének a dolgok, hanem nem csak ebben a könyvében, hanem a többiben is mindig visszanyúl, akár évszázadokat is, és bemutatja, hogy igen, mert ezek a lelki törvényszerűségek így és így működnek, ezt láttuk már a múltban, tulajdonképpen csak más formában jelent meg, vagy fog megjelenni a mikorunkban. Tehát egy analízis, hogy mi várható, és hát erre nagyon nagy szükségünk van, mert tehát jelenleg egy olyan kort élünk meg,
ahol nem divatos a múltnak a tanulságaiból okulni, hanem mi vagyunk az okosok, majd mi megmondjuk, hogy merre hány méter. Hát ő alázatra int minket, hogy lehet tanulni a múltból, és sokat is kell tanulni, hogy elkerüljük ugyanazokat a problémákat. És személyesen? Hát személyesen én is ezt látom, és úgymond szenvedek tőle, hogy hívő emberek, gyülekezetek, egyháztestek átélik ugyanazokat a hibákat, kapnak egy kísértést, és nem tudnak neki ellenállni, elindulnak a liberalizálódás útján. Nyilván más volt a liberális arcél 1984-ben, meg más napjainkban, de hát amiről ír a könyvében, tehát hogy mindig az aktuális korhoz alkalmazkodni, ez az evangéliumi katasztrófa. És hát ezzel kell nekünk szembenézni, és segíteni a gyülekezeteket, hogy vegyék észre a csapdákat, és kerüljék ki határozottan. Ami érdekes, nem tudom erről mi a véleményetek, hogy a könyv során, vagy a könyv olvasása során, ugye újra és újra emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy itt evangéliumi keresztényekről írt. Tehát itt most nem, nyilván ez a világegyházat is jellemzi, de alapvetően nem a mainstream egyházakról ír, nem is a mainstream protestáns egyházakról, mert ugye azt elintézi a történelmi bevezetőben, hogy azok elestek sok szempontból, vagy a liberalizmus oltárán feláldozták őket, hanem az evangéliumi keresztényekről is. Igazából az érdekelne, hogy ti mennyire látjátok ma aktuálisnak azt, amit ő leír, ha az evangéliumi keresztényeket nézitek. Tehát ha az evangelical jelző alatt lévő jelzővel megfeleltethető, vagy magukat ezzel a jelzővel kitüntető keresztényekre néztek. Tényleg ez jellemzi ma az evangéliumi világot? Hát talán Magyarországon még ennyire nem tartunk itt. Tehát amit elmondott, és amit ő már tapasztalta saját korában, hogy tényleg beállnak a világi jelszavak mögé, és azokat a gondolatokat szajkózzák, még hogyha belül másként is gondolják, szerintem ez nálunk még ennyire talán nincs így, legalábbis evangéliumi körökben. De azért az tapasztalható, hogyha van egy ügy, ami mellé oda kellene állni, vagy amitől óvni kellene másokat, akkor hát nagyon sokszor némaság van ezen az oldalon. Uh-huh. És ugye a némaság az mindig megelőzi az aktív kiállást a rossz oldalon. Tehát én tartok tőle, hogy ha már nem tudunk kiállni a jó ügyek mellett, akkor rákerültünk arra a lejtőre, ahonnan elég nehéz visszafordulni. Nekem az jutott eszembe erről, hogy a magyar helyzet azért is talán sajátos, mert mi egy posztkommunista világban vagyunk. És azért történelmileg ez azt jelentette, hogy az evangéliumi kereszténység az be lett szorítva a templom falak közé elég hosszasan, és nyilván ez egy sajátos íztad ennek az egésznek. Tehát teljesen egyetértek azon, amit Laci mondasz, hogy a hallgatás az abszolút jellegzetessége remélhetőleg ez időtájt, és nem sokáig, de hogy hát egy 70 éves megszokásból próbálunk felállni. Tehát, hogy nagyon nem lehetett, vagy hát inkább úgy mondom, nem éltem abba az időbe, a történelmi tanúság azt mutatja, hogy az életük miatt egyszerűen muszáj volt, hogy befogják a szájukat. És most egy új korszak van, ahol elvileg szabad a szólás, gyakorlatilag meg még szerintem nem találtuk meg a hangunkat sem, tehát szerintem identitás válságban is vagyunk. Másrészt meg az, amiről Schaefer is mondta, hogy azért szeretett teljesen elmondani az igazságot, ez egy akkora kombó, hogy az igazságot is el kéne mondani, de szeretetteljesen, hogy szerintem ezért is hallgatunk, mert vagy az egyik, vagy a másik hiányzik. Uh-huh. Én ezt mondanám így. Azt mondtad, hogy ugye milyen érdekes, hogy egy 84-ben kiadott könyvet most éreztek úgy, hogy le kéne fordítani. És milyen érdekes, hogy például egy mainstream egyház, amiben egyébként nyilván vannak hitvalló lelkészek, a luteránus egyház, vagy magyar evangélikus egyháznak a Luther kiadója, meg a 60-as, 70-es években íródott Fundamentalizmus című könyvet érezte aktuálisnak kiadni. Mikor is? 2019-ben.
Tehát mennyire más egyes keresztényeknek az érzékelése, nem? Hogy némelyek a nagy evangéliumi katasztrófát érzik aktuálisnak, mások meg a fundamentalizmus szalmabábjával vagy rémével ijeszgetnek, hogy gyakorlatilag a magyar kereszténységre a fundamentalizmus jelenti a legnagyobb veszélyt. Tehát ez már ilyen skizofréniának érzem, hogy keresztények ennyire eltérőképpen értelmezik a mai helyzetet. Na mindegy. Általános helyzetkép. Ugye beszél a könyvben Schaefer a posztkeresztény kultúra jellegzetességeiről, autonóm szabadságról. Esetleg tudnátok valamit erről mondani, hogy ez ma hogyan érvényesül, miben jelenik meg? Korlátok levetkezéséről beszél, és ahogy mondtad, hát 84-ben írja ezt, és hogy mi jellemzi szerintetek ezt a mai posztkeresztény kultúrát? Mi a legfőbb jellegzetességei? Akár Schaeferre hivatkozva, akár a saját tapasztalatotokra. Én valószínű, hogy az identitásnál fognám meg, hogy a korábbi nemzedékekre mindenképpen az volt igaz, hogy volt valamiféle külső forma, amihez igazodott az identitás. Tehát, hogy az, hogy férfi vagy nő, az, hogy ember, az, hogy milyen szerepet tölt be az illető, ennek volt valamiféle külső kerete, és igazából, amikor valaki megszületett, akkor elkezdte megtanulni ezeket a szerepeket. És azáltal, hogy ez a szabadság határtalan és parttalanná vált, ez azt hozta el, hogy hogy ki vagyok én, arra most arra nincs külső segítség. Ugye a gender az pont erről szól, ez az egész mostani kérdéskör, hogy már nem mondjuk meg, hogy ki vagy, hanem fedezd fel magadban. És ez a fajta belső kényszer, mert most már nem csak késztetés, hanem kényszer, hogy valósítsd meg önmagadat, találd ki, hogy ki vagy, ez mérhetetlen nagy súlyt tesz az embereknek a vállára, és közben pedig egy végtelen ingoványos talaj, mert hogy eljutunk odáig, hogy akkor mi az, ami az irányzék lesz. És semmi más nincsen, csak az, hogy mi az, amit jónak érzek. És teljesen egy ilyen szubjektív belső érzület alapján mennek a történések. Tehát, hogy nagyjából én ezt látom, érdekes különben, hogy nem kor szerint válik el, hanem van olyan, ismerek olyan 40 akárhány éves embert, aki így gondolkodik, és ismerek 20 akárhány évest, aki ezt teljesen elutasítja. És igazából gyakorlati szinten mondjuk akkor találkozunk ezzel, amikor valaki bejön közvetlenül a gyülekezetbe, semmilyen háttérrel nem rendelkezik, és az eddigiekben úgy beszéltünk a Bibliáról, mint igazságról, meg a hitvallásainkat úgy tártuk föl, hogy ez az igazság, és mostanság kezdődik ez, hogy ebbe beleakadunk, hogy egyszerűen valaki ezzel nem tud mit kezdeni. Nem, ez a te igazságod, ez csak egy a sok közül. Én a végtelen elveszettséget és tanástalanságot érzem. Ugye sok könyvében itt is előkerül Schaefernek ez a gondolata, hogy valahol minden visszavezethető ahhoz a ponthoz, amikor az emberek kezdtek elfordulni a személyes és végtelen Istentől, és jött egy olyan ideológia, ami kizárta Istent a képből. Na most nyilván volt egy elég hosszú átfutási idő, amikor úgymond még a természettudósoktól és a filozófusoktól eljutott ez a közemberig, és ebben az átfutási időben nem lehetett látni ennek a fordulatnak a jelentőségét. Ha például kicsit visszanézünk Magyarországnak a 20. század közepe óta eltelt néhány évtizedére, mondjuk így a szocialista időszakra, akkor azt lehet mondani, hogy akármennyire is ez volt a központi tanítás, amit még tűzzel, vassal is próbáltak átvinni, az emberekben még mindig maradt valami a régi gondolatkörből. Lehet, hogy a fejükkel azt gondolták, hogy nincs Isten, mondták a mantrát, amit beléjük plántáltak, de valahol a szívükben még mindig ott volt a meggyőződés, hogy de azért van értelme az életnek. Van értelme különbséget tenni jó és rossz között, van értelme küzdeni. Tehát úgymond egy
egy keresztény erkölcsi hagyatékkal azért még rendelkeztek. A kettő között ordító különbség volt, tehát hogy ebből a logikai rendszerből, vagy filozófiai rendszerből nem következett az, hogy még lássák a dolgoknak az értelmét, de valahogy ez a skizofrénia még egy ideig működött, mint egy visszhang. Tehát azt mondod, hogy intellektuálisan alapvetően mondjuk akár el is utasították a természet felettit, a transzcendens, ezt az egész világértelmezést, de még ösztönösen bennük így volt van. Ennek a világnak a... Így van, szüleiktől, nagyszüleiktől még ezt látták. Lehet, hogy már ők sem voltak kifejezetten hívők, de hoztak otthonról valamit, és hát ha valaki nem gondolkozik el személyesen azon, hogy de tényleg minek mi értelme van, és mi a következménye annak, hogyha én ezt gondolom, egyszerűen éltek, ahogy éltek, és azt gondolták, hogy van értelme sok mindennek. Most már egy többszörösen át, tehát sok-sok generáció eltelt azóta, hogy ez a gondolat bejött, és most már látjuk azt, hogy kicsi gyerekek sem látják az életnek az értelmét. Tehát nem csoda, hogy a kamaszok körében, sőt, már a náluk kisebbek körében is megfogalmazódik, hogy az életnek nincs értelme, egy csomó rossz történik velem, öngyilkos akarok lenni, pont. És én ezt látom az emberekben, hogy ez a szabadság, amiről te beszéltél, ez talán a korábbi generációkban még egy ilyen hurrá optimizmust jelentett, hogy most nem mondja meg nekünk senki, sem Isten, sem az egyház, hogy a francia forradalmat idézzük, majd mi kitaláljuk, és tök jó lesz. Most meg ott vagyunk vele, hogy senki nem mondja meg, minden szabad, na és. Tehát, hogy olyan árva vagyok, és semminek semmi értelme. Tehát én jelenleg egy ilyen világot látok magam körül. Érdekes, nem, hogy én pont múltkor elmélkedtem ezen, hogy még a szocializmusnak is persze a felszín alatt, meg sokszor a felszínes nagyon súlyos bűnei voltak, de a közerkölcs tekintetében érdekes, hogy a kommunisták és a szocialisták valahogy visszafogottabbak voltak. Tehát mondjuk akár a pornográf megjelenítés, a plakátok, képek, közszemérem sértést, az büntették, ugye bizonyos szexuális formákat nem üldöztek, de alapvetően eléggé háttérbe szorultak, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan egy istentelen hát filozófiai rendszerre épült. Akartál erre reagálni? Vagy nem. Érdekes, így van. Illetve nem tudom, hogy azt hogyan gondoljátok, én amikor ezt olvastam bennem, az jelent meg, hogy egy nagyon furcsa fúzió is történt, mert ő beszél autonómiáról, beszél érzésekről, szubjektivitásról, ugye? Hogy ez fog beteljesülni, vagy egyre inkább, és ahogy mondtad, ez egy profécia, ami beteljesedett. De hogy megjelenik, még az evangéliumi kereszténységen belül is az autonómiának a krisztianizált változata. És szerintem ez az igazán érdekes jelenség Magyarországon. Konkrétan ugye van ilyen nevű gyülekezet is. Tehát önmagában ez is egy érdekesség, hogy egy gyülekezet a nevében hordja azt, hogy autonómia. Jó, persze, biztos, hogy van ennek egy közvetlen kontextusa, de azért szerintem árulkodó. Tehát, hogy alapvetően a keresztény tanoknak a palettájáról abszolút módon, autonóm módon, belső szubjektív érzések szerint válogatják ki egyesek, hogy ők mit szeretnének fölpakolni a tányérukra. És ez meghatározza a kegyességüket is. Én ezt korábban így például nem tudtam volna elképzelni. Hogy ez így működik. Azt tudtam, hogy meg láttam is, hogy bizonyos kegyességek bizonyos hangsúlyokat megnyomnak, vagy bizonyos hangsúlyokat visszavesznek, de azt, hogy alapvetően tákolnak maguknak egy vallásosságot, ami evangéliumi, az szerintem egy egészen új jelenség. Akár bizonyos központi tanoknak az elutasítása, meg egyebek. Ugye a könyvben szó van a fundamentalizmus és az evangéliumi jelzőről, és Magyarországon egy kavarc van ezzel kapcsolatban a fejekben, ezt tapasztaljuk, nem? A fundamentalista az lehet egy pejoratív jelző, az evangéliumi nem tudják pontosan mit jelent, mert az túl általános, az evangelikál az egy ilyen, ahogy az Ádám mondja, az egy ilyen, hogy is mondjam, importált szó, azt mi használjuk. Rendbe tudnátok tenni ezt nagyon gyorsan, hogy ha ezt megnézik ezt a felvételt, akkor ez többé ne legyen kérdés. Jó, én hoztam direkt két könyvet, nem tudom, hogy itt pont nincs cím a fő oldalán, itt csak a gerincén lehet látni. Ez a The Fundamentals. A 20. század elején volt egy elég nagy vita Amerikában azzal kapcsolatban, hogy ugye a liberális teológia egyre jobban bevette magát a nagyobb egyházaknak az életébe. Tulajdonképpen nem csak a teológiákon, hanem már az egyház kormányzatban is átvették az irányítást.
és ez érthető módon egy elég komoly feszültséget okozott, hiszen maga az egyháztagság azért még nem így gondolkozott, de itt jött a feszültség. És azok, akik vették úgymond a bátorságot ahhoz, hogy felvegyék a kesztyűt, azok összeálltak különböző felekezetekből, és igyekeztek tisztázni az alapokat. Tulajdonképpen erre vonatkozik a cím is, hogy mik azok az alapok, amelyek a hitünk számára nagyon-nagyon fontosak, és amelyeket a liberalizmus kikezdett. És ezzel kapcsolatban egy hosszú-hosszú kötetekre menő sorozat jelent meg. Na hát ez volt a Fundamentals, és hát tulajdonképpen ebből eredeztethető a fundamentalista kifejezés. Hát eredetileg tényleg csak ennyit jelentett, hogy az alapokhoz ragaszkodó. Tehát nem is volt pejoratív mellékzöngéje. Aztán később, amikor ez a csoportosulás elkezdett megoszlani, mert nyilvánvalóan vannak különbségek, és itt alapvetően egy ilyen, úgymond a kultúrához való hozzáállás kérdése volt a választóvonal. Tehát voltak közöttük olyanok, akik azt mondták, amit idéztél is Abraham Kuypertől, hogy hát nekünk benne kell lennünk az élet sava bors, vagy hát mi kell legyünk az élet sava borsa, ott kell legyünk minden területen, tudományban, művészetben, stb. És képviselnünk kell Isten igéjét szóban, tettben, mindenféle módon. Na hát tulajdonképpen ők kapták később az evangelikál nevet ebben az angolszász környezetben, és azok, akik meg mereven elutasították, hogy mindebben részt vegyenek, rájuk ragadt a fundamentalista jelző. És tehát manapság szakszerűen úgy lehetne mondani, hogy tényleg ezt jelenti ma már a fundamentalizmus, ez igazából egy ilyen mintázat, hogy hogyan viszonyulok a kívülállókhoz. És ez egy merev elutasítás. Tehát ők azok, akik kivonultak a tudományból, kivonultak a művészetekből, elkezdték a hitet csak mint vallást értelmezni, és megmaradtak. Tehát, hogy teológiailag ők nem feltétlenül mondtak rosszat, voltak köztük nagyon is komoly teológusok, de ez jellemezte őket, hogy elzárkóztak mindentől. Na most Schaefer még behoz egy harmadik kategóriát is, vagy hát amikor jellemzi ezt a módosított fundamentalizmust, akkor ezt a pietizmus egy elhajlásaként, vagy hát újraéledéseként fogja fel. Én itt nem egészen értek vele egyet. Tehát a jelenség az nagyon hasonlóan néz ki, de szerintem a pietizmusban nem volt ilyen mérvű ellenállás a kívülállókkal szemben. Tehát egy klasszikus pietista azt mondja, hogy igen, engem szűkebb értelemben tényleg a vallási kör foglalkoztat, de amúgy igyekszem mindenkivel kedves lenni, barátságos lenni, kifejezni a hitemet, tehát valamiféle missziót folytatni. Most a fundamentalizmusnál ez a fajta jóindulatú elzárkózás inkább egy ilyen élesebb elzárkózás formájában mutatkozik meg. Tehát lehetne erre példákat hozni, akik tényleg nagyon ellenségesek a világgal, meg azokkal szemben is, akik testvéreik a hitben, de nem úgy gondolkoznak, mint ők. Tehát ez egy ilyen lezárás. Én így fogalmaznám meg a fundamentalizmus. Ez én nem szólnék hozzá. Egy reakció, amit mondtál, ugye ez egy szabad beszélgetés, de azt mondtad, hogy a Schaefernek az a diagnózisa, hogy egy erős pietista attitűd kapcsolódott a későbbi fundamentalizmushoz. Tehát ugye azt tisztáztuk, hogy a fundamentalizmus alapvetően nem volt egy szitokszó, a hit alapjaihoz ragaszkodó emberek, pont, kész. A liberalizmusra szembeszálló teológusok és az őket követők. Én főleg Magyarországon, nem tudom, hogy erről mi a véleményetek, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen ingoványos talaj, hogy egy erős megtérés központú teológia, ami kicsit el is szakadt, talán a szocializmusban ez nem volt véletlen, hogy egy picit el is szakadt a közügyektől, el is szakadt a társadalom alakításától, hiszen akadályokba ütközött, és ezért, hogy mondjam, a kegyesség területére visszahúzódó teológiai súlypont tekintetében a megtérést hangsúlyozó, a megszentelődésre nagyon erős hangsúlyt helyező közösség lett úgymond az, akit fundamentalistának neveztek. És ha a magyar konzervatív kereszténységet nézem, most a konzervatív protestantizmusról beszélek, akkor nekem mondjuk a 70-es, 80-as, 90-es évek
ahogy visszatekintek. Schaeffernek a diagnózisa nekem, tehát nekem ráúszható erre a közösségre. Ez a közösség nagyon sokat tett, nagyon sokat köszönhetünk nekik, csak alapvetően ők mégis, talán a történelmi időkből kifolyólag is, lemondtak bizonyos dolgokról. Én valahogy úgy látom. Tehát mintha megkésve ugyanazok a mozgások jöttek volna létre, mint ott akkor mondjuk a 60-as vagy a 70-es években. Nem tudom, hogy erről... Én is hasonlóan látom, hogy más történelmi viszonyok hívták ezt létre, de úgy tűnik, hogy a végeredmény az hasonló. És az biztos, hogy magyar talajon, hogy a teológiai fogalom a világról mennyire erőteljes ebbe a gondolatkörbe, tehát hogy a világ az, ahol igazából az egyház felfogás szinte egy ilyen vár, ahonnan kifele lövünk a világba, és hogyha véletlenül sikerül valakit úgy megsebesítenünk, hogy talált, akkor kimegyünk érte, és bevonszoljuk a vár falain belül, és akkor majd ott jól megtérítjük. De hogy a gondolat az, hogy rémisztő a világ kint, bűnös, nagyon-nagyon bűnös, mi is azok vagyunk, de a világ még inkább. És ez a világ valami olyasmi, ami ez a jó szó rá, hogy rémisztő, de hogy édesen szembeáll az egyházzal, vagy az Isten országával, és hogy ezt a világot, ezt Isten el fogja pusztítani. Tehát szerintem például a 2 Péter 3-nak a gondolatköre, hogy Isten föl fogja gyújtani ezt az egész világot, és elpusztítja, és vége lesz, ez ennek a teológiai végkifejlete, hogy mi az én dolgom ez időtájt, hát fél lábon kibírni addig, hitbe valahogy tartsak ki. De lemond arról, hogy transz átalakítsa a társadalmat, nem? Így van. Tehát még ez a megszentelődés is eléggé a levegőbe lóg, mert hogy igazából a megszentelődés, legalábbis ha Kőpet nézzük, meg egyáltalán a Biblia gondolatában, az abszolút arról szól, hogy az, ami az én felség területem, azt Jézus uralma alá behajtani. Na most, hogyha nekem civil szakmám van, akkor logikus módon a szakmai környezetemet is Jézus uralma alá behajtani. És hogy igazából valóban ennek van egy ilyen, hát amit mondtunk, a szekuláris meg a szent elválasztása, hogy miért dolgozom a munkahelyemen azért, hogy keressek annyi pénzt, hogy tudjam támogatni a missziót. Tehát, hogy teljesen elválik a kettő egymástól. Hogyha arról van szó, hogy mi a szent foglalkozás, az biztos, hogy csak a teljes állású igei szolgálat. Igen, és de azzal egyébként egyetértek, hogy gondolom erre gondoltál te is, hogy ez ő egy pietisztikus bezárkozó egyeségre gondol, és nem a klasszikus Cincendorfi vagy igen. Igen, csak hogy még ennél is tovább mentek, tehát ezt lehet mondani. Pillanat, még annyit reagálnék talán, hogy ugye ez a 70-es, 80-as, 90-es évek hívő társasága, talán így lehetne legjobban összefoglalni. Ez sok tekintetben azért párhuzamot mutat az első keresztényeknek a világával. Ugye őket is üldözték államilag mindenféle szempontból, és ők is bezárkóztak. Tehát az a fajta, tegyük a hangsúlyt a megtérésre és a megszentelődésre, tehát nagyjából ez ugyanaz történt. Én annyi különbséget tennék mondjuk az amerikai fundamentalizmus, német pietizmus és a mi magyar mozgolódásunk között, hogy tehát nekünk még azzal is, vagy hát elődeinknek azzal is szembe kellett nézniük, hogy azokban az egyházakban, ahol ők éltek, az egyházi hatóság is üldözte őket. Ami azért Amerikában nem így volt. Tehát a fundamentalisták megtehették azt, hogy kimentek, alkottak saját közösségeket, akár külön egyházakat, és ott jól érezték magukat. Vagy evangelikál csoportok a nagy egyházon belül akár egy kisebb közösséget alkottak, és abban nem szólt bele egy erősen központosított egyházkormányzat. Ugye a teológiai oktatás is egészen más, tehát ott bizonyos teológiáknak van egy profiljuk, aki oda megy, tudja, hogy mire számítson, ugyanezzel a profillal várják őt bizonyos gyülekezetekbe lelkésznek. Magyarországon nem csak állami üldözés volt, hanem az egyházon belüli üldözéssel is kellett szembesülni. Tehát nyilván ezek a hívők
nagyon lelkesek voltak, de mondjuk teológiailag nem tudták ugyanazt a szintű képzést megszerezni maguknak. És azért ez is problémát okozott, hogy szerintem a mai napig találkozunk azzal, hogy azok a szervezetek, amelyek akkor ilyen missziói szervezetek voltak, sokszor szembesülnek azzal, hogy most, hogy lehet beszélni, kijönnek a különbségek, hogy én ezt gondolom, te azt gondolod, valójában nincs is olyan igazi nagy egység mindenben, egyszerűen csak az köt össze, hogy mindannyian szeretjük az Urat, és szeretnénk ezt másoknak is átadni, de hogy mit gondolunk központi tanításokról akár, ebben sem alakulhatott ki közöttük konszenzus, mert nem volt lehetőség rá, hogy ezt így mélyebben átbeszéljük. Tehát azt mondtad, hogy szegmentált mai napig ez a közösség, és egy kicsit ilyen bibliaiskolás szinten van még mindig? Nyilván most már nagyon sokat javult a helyzet. Tehát ma már nagyon könnyű hozzájutni bármihez. Tehát ha az ember nem megy el teológiára, akkor is be tud szerezni olyan irodalmat magának, hogy kellő intellektussal feldolgozva kiképezheti magát teológusnak, meggyőződésem. Tehát én nem mondom azt, hogy csak iskolai képzés szintjén lehet 5-6 év alatt elsajátítani a teológiát. Tehát nyilván ezen a téren történtek nagy elmozdulások, de azért mindig van ennek egy komoly átfutási ideje. A történelemnél maradva még egy picit, hogy ha valamit a John Gresham Machenről mondanál nekünk, Laci, hogy mit kell róla tudnunk, csak egy-két mondat, mert ő tényleg egy ilyen meghatározó ember, és ugye magyarul meg is jelent egy műve. Igen. Hát amikor a presbiteriánus, ugye említetted, hogy a nagy presbiteriánus egyházat Amerikában elérte a liberalizmus, és már kenyértörésre vitték a dolgot, akkor ez úgy nézett ki legalábbis teológiai szinten, hogy a Princetoni Egyetem, ami hajdan a református gondolkozásnak a fellegvára volt, az 1929-ben újra szerveződött. Tehát elküldték a régi tanárokat, az új tanárok átvették a hatalmat, kiegészítették a soraikat, és a régi nagy ágyuk közül négyen elmentek és megalapították a Westminster teológiát. Na, közülük az egyik volt Machen, a másik Fantil például, akit említettél. És hát az ő könyve, a Kereszténység és liberalizmus, hát talán Grudem fogalmaz úgy, hogy a 20. század legfontosabb keresztény könyve, most ebben nem vagyok egészen biztos, de mintha olvastam volna tőle ilyesmit. Ami nagyon fontos ebben a könyvben, azon kívül, hogy elmondja a liberalizmusnak, a teológiai liberalizmusnak a jellegzetességeit, hogy különbséget tesz a kettő között, hogy igazából olyan nincs, hogy liberális keresztjén, meg konzervatív keresztjén. Tehát a liberalizmus az alapjainál fogva nem lehet keresztjén. És azért ez egy nagyon fontos különbségtétel, amikor beszélgetünk a teológiai liberalizmusról, hogy ez nem egy a kegyességi irányzatok közül, hanem ez gyakorlatilag egy hivatalosított hittagadás egyházi környezetben. Na most ehhez én annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye a liberális teológia önmagában egy ilyen ideáltipikus leírása fogalmazódik meg Machennek a könyvében. Na most a gyakorlat az abból a szempontból lényegesen bonyolultabb, hogy az emberek hajlamosak egyfajta skizofrén lelkiséget tanúsítani. Tehát lehet, hogy valaki újjászületik, megtér, elkezd hitben járni, de utána megtetszenek neki bizonyos gondolatok. Nyilván az óemberi természete viszi abba az irányba, amiről beszéltünk, hogy autonómia, meg nem bibliai értelemben vett szabadság, stb. Bekerül egy liberális teológiai környezetbe, ahol még jól meg is magyarázzák neki, ellenfél hiány, ugye sok teológián nem nagyon találunk konzervatív vagy evangelikál teológusokat, és akár lelkészként is kijön az illető, úgyhogy egyébként hívő, de liberális teológiai gondolatai vannak. Én erre azt mondom, hogy szerintem ez egy spirituális skizofrénia, de el tudom mondani, hogy vannak emberek, akikre azt mondom, hogy a testvéreim, de teológiailag mégis azt kell mondanom, hogy a teológiája az meg nem keresztény. Tehát az egy liberális teológia. Nem lehet, hogy ma annyiban jobb helyzetben vagyunk, hogy annyira rálépett a gázra a liberalizmus, hogy most már ugye progressziót látunk magunk körül, ami most már a tradicionális liberálisok számára is meghökkentően
furcsa néha. És mivel ennyire látjuk már a mi időnkben konkrétan az eltorzult formáját a liberalizmusnak, megnézzük a német evangélikus egyházat, magyar kvázi liberális teológusok is úgy néznek nyugatabbra, hogy azért némelyik szörnyűködik. Mert a progresszió az, amit kitermelt magából, akár a társadalmi nemek, gender ideológia mentén, az egyszerűen talán éppen a még a régi tradicionális meggyőződésünkből fakadóan, még a liberálisabb teológusoknak is veszélyesnek tűnik. És nem lehet, hogy ez egy esély számunkra, hogy felmutassuk azt, hogy hova vezet az a teológiai meggyőződés, ami gyakorlatilag nem is teológiai, mármint nem is erről való beszéd az alapja. Ez nem esélye számunkra. Én el tudom képzelni, hogy liberálisok erre ránéznek, hogy hova vezet ez az út, amin járnak, és megfordulnak. Nehéz ez a felvetés, mert lelki kérdésről beszélgetünk. Tehát ez lelki kérdés. Az, hogy az igazságot meglássam, azt mondja a Szentírás, hogy ahhoz el kell vétessen a lepál, és az csak Krisztusba vétetik el. Tehát, hogy igen, láttunk olyan liberálisokat, akik megtértek, és Ethelyn nem annak gondolok, aki egész egyszerűen azt mondta, hogy megtagadom az egészet, amit eddig gondoltam. Tehát őszintén szólva én nem látom azt, hogy hogy mifelé fut ez az egész ki, aminek egyre több, tehát egyre inkább látjuk a tendenciáját, hogy ez igazán ébresztő lenne. Én ezt nem tehát legyen úgy, hogy nincs igazam, de igazából azt gondolom, hogy a német teológiának az elmúlt, hát jó, majdnem 200 év az erről szól. És magyar reformátusként, amikor a függöny le volt zárva, akkor a német teológiai befolyás volt az, ami a mi teológiánkat is befolyásolta. A német luteránus liberális teológia volt az, ami mondjuk a magyar református egyházban megjelent. Miközben már akkor Németországban az volt a tendencia, hogy a gyülekezetek azok teljesen épülnek lefele, és teljesen ürülnek ki az épületek, mégis mi ezt tartottuk tudományosnak, és ezt tartottuk nagyszerűnek, és ezt tartottuk olyannak, amit követni kell. Tehát, hogy már rég előttünk jártak, nem tudom hány évvel, már láttuk, hogy hova vezet ez a fajta tanítás, és a mai napig, most onnan jövök, tehát a mai napig ezt tanítjuk. Tehát, hogy legyen úgy, hogy ébredjünk föl, csak én azt gondolom, hogy ehhez kegyelmi pillanat kell. Hát, nem túl pozitív jövőkép, hát, de meglátjuk. De inkább mondjuk azt, hogy viszont, tehát, hogyha a jelek nem is beszélnének önmagukért, azért mégiscsak úgy van, hogy egyre erőteljesebb olyan hangok vannak Magyarországon, amelyek szembe mennek ezzel a fajta teológiai irányultsággal, és oly módon, hogy megnyerő módon. Tehát, hogy megalapozottam, mert hogy igazából én azt gondolom, hogy korábban nem, tehát korábban is volt szembenállás a liberális teológiával szemben, és nagyon nehéz ez a harc, tehát hogy ezt nem lehet lesöpörni, hogy ez egy könnyed, egyszerű kis új gyakorlat, mert nagyon-nagyon komoly megalapozottság kell. Azt akarom ezzel mondani, hogy most arra szerintem sokkal több olyan evangéliumi beállítottságú, felkészült ember van, akik értelmesen tudnak megszólalni, és nem lehet őket lesöpörni, hogy te csak egy egyszerű, tanulatlan lelkész vagy. Most értsük jól ezt az egészet. Így van, tehát hogy már az ígére hivatkozva mondod ezt az egészet. Tehát hogy egész egyszerűen nem mindkét oldalon, vagy inkább úgy mondom, hogy az evangéliumi oldalon is megjelentek azok a hangok, ahol nagyon komoly tudományosság és nagyon komoly tanulmányok vannak mögötte, és ebből következik, hogy a megszólalások is más súllyal esnek a ladba. Talán annyit még a felvetésedről, hogy maga Séfer is így gondolhatta ezt, ahogy te gondolod, vagy legalábbis részben így gondolhatta, hiszen az apologetikai módszertanának ez egy, hogy is mondjam, egy megkerülhetetlen része volt. Tehát ha ő találkozott egy gondolattal, egy nem keresztény gondolattal, akkor sokszor ugye igyekezett azt gondolati szinten cáfolni.
de leírja, hogy igazából ez nagyon ritkán sikerül. Tehát, hogyha valakinek van egy meggyőződése, akkor hiába mutatott ki 15 féle módon, hogy az nem helyes, az esetek többségében nem fogja azt mondani, hogy ja, tényleg tévedtem, akkor kezdjük előről az építkezést. Tehát ő egy gyakorlati ember volt, és azt mondta, hogy jó, akkor tudod mit? Gondolkodj így, ahogy gondolkodsz, de legyél sokkal következetesebb a gondolkodásodban, és akkor lássuk, hogy na, akkor rájössz, hogy nincs értelme az életednek? Akkor most mész és főbe lövöd magad, stb. És tehát ő ezt konkrétan személyekre lebontva megvalósította, és van is egy rész az egyik könyvében, ahol leírja, hogy valaki konkrétan megpróbált öngyilkos lenni. Tehát a lényeg az, hogy amikor valakit szembesítünk a következményekkel, akkor azért mindig van egy pillanat, amikor valaki a döntés szabadságát megtapasztalja. Most lehet kicsit erősen fogalmaztam, mert tényleg én is azt gondolom, hogy ez kegyelem, amikor valaki az igazi szabadságnak az állapotába kerül, de amikor legalább gondolati szinten eljut odáig, hogy a francba tényleg, hogyha én ezt most következetesen végigviszem, akkor a bogáz lesz. De hogy ez nem, tehát ez sem működik az esetek egy jó részében, illetve nagy egyháztestekről beszélve ez még kevésbé. Tehát ott van egy megélhetése sok embernek, tehát nyilván nem fogja csak úgy egyik pillanatról a másikra azt mondani, hogy amit eddig gondoltam, az nem jó. Lindemann egy kivétel mondjuk ebből a szempontból, de nagyon sokaknál ez egészen másként működik. Ezzel kapcsolatban két dolog. Eszembe jutott még vissza a Mécsön témára csak egy mondattal, mert ugye azt mondtátok, talán Laci, te mondtad, hogy Wengrudem azt mondja, hogy ez az évszázad könyve. 20. század, igen. Schaefer úgy fogalmaz ebben a könyvben, nem tudom, emlékeztek-e rá, valami ilyesmit mond, hogy sőt, Mécsönnek a távozása a princetoni teológiáról talán az évszázad eseménye. Ez egy nagyon furcsa dolog, főleg a mai világban, nem? Tehát így nem mondanánk, hogy egy teológus professzornak a teológiai fakultás elhagyása az az évszázad eseménye, de azt mondja, hogy akkor egy egészen más világ volt, és nemzetközi lapok is cikkeztek erről. Tehát akkor a teológusoknak volt egy olyan respektje meg a teológiáknak, hogyha történt egy ilyen, akkor az olyan hullámokat vert, ami messzire elhatott. Ez az egyik, amit akartam mondani, hogy érdekes, hogy egészen más világ volt. A másik, amit most mondtál, ugye azt említi is, és akkor rátérünk már a Biblia tévedhetetlenségére részben, hogy többször volt, hogy Labrie-ban felkeresték őt, azt hiszem ezt írja, akár liberális teológusok. És itt Buri említetted, hogy a végén eljutnak a szubjektív érzéshez, ugye nem tudnak másra hivatkozni, mert a Biblia tekintélyére nem tudnak, hogy a Biblia azt mondja. És akkor mondja, hogy végigvezette szépen logikusan az érveket, és akkor nem azt mondta, hogy átgondolom, hanem azt mondta, hogy valamiért egy belső érzés azt súgja. Nagyon érdekes. A kérdés az, hogy a Biblia tévedhetetlensége, és bevallom nekem ez a kedvenc témám ma, az evangéliumi világ vízválasztója szerintetek a tévedhetetlenség? Először tisztázni kellene nagyon röviden, hogy mi a tévedhetetlenség, és utána igen vagy nemmel, valahogy meg egy rövid magyarázattal ezt érvelni amellett, hogy vízválasztó vagy nem. Rátok bízom. Hát sokan azt mondják, hogy a tévedhetetlenség egy elég szerencsétlen kifejezés. Én nem tartom szerencsétlennek amúgy, ha értjük, hogy mi van mögötte. Igazából ez az a meggyőződés, hogy amennyiben a Szentírás elsődleges szerzője a Szentlélek Isten, aki amúgy mindenben igazat mond, szándéka szerint is, meg objektíven nézve is, tehát nem követel tévedést, akkor az a mű, amit ő valamiféle módon ihletett, és most a kezünkben foghatjuk, szintén tökéletes útmutatást ad nekünk mindenre nézve, amiről beszél. Nyilván elsősorban Istenről beszél, rólunk beszél, a kettőnk kapcsolatáról beszél, de minden másról is. Tehát, hogyha én ezt elfogadom, hogy ez Istentől való tökéletesen igaz, mindenre elégséges irat, én ezt nevezem a Biblia tévedhetetlenségének. Én ezt nem tudom igazából elválasztani a kereszténységnek a lényegétől. Tehát valahol erre épül mindaz, amit gondolunk, meg ahogy élünk. Hogyha ezt valaki tagadja, akkor én azt nagyon nehezen tudom evangelikál embernek tekinteni.
megtérhet, mert lehetnek kegyelmi pillanatai, de hogyha a fejében nem történik meg ez a tisztázódás, akkor nem nevezném evangelikának. Egy kisegyház teológus professzorával beszélgettem, és ő azt mondta, az inerenciát nem tudja elfogadni, de az infallibilitást igen. Ő ezzel azt értette, hogy a Biblia tévedhetetlen, ha a hit és az élet dolgairól van szó. De azt mondta, hogy a Biblia nem akar a hit és az élet dolgain kívül tévedhetetlen pontosággal fogalmazni, hiszen mégiscsak egy jókori szövegről van szó. Erről mit gondoltok? Nem akarok ezen nagyon elidőzni, csak hát ha ez is egy olyan dolog, ami... Igazából arról beszélünk, hogy mennyire igazodik a Biblia valósághoz, az általunk tapasztalt valósághoz. És a Szentírás azt állítja, hogy az általunk tapasztalt valóság és a Szentírás az tökéletesen illeszkedik egymással. Tehát, hogy az, amit a Bibliában látok, az segít megérteni azt az életet, amiben vagyok, és az az élet, amit élek, azt nem tudom megérteni anélkül, vagy nem tudom jól megérteni anélkül, hogy Isten a kijelentését adná ehhez. És hogy nagyon sok mindenre el lehet jutni a tapasztalatok alapján, például arra, hogy valami nincs rendjén, bűneset, valami nincs rendben velem, nem olyan vagyok, amilyennek lennem kellene, bűneset, van egy mély vágyakozás bennem a jóra, nocsak, tehát akkor volt valami, kell, hogy legyen, ami ennél több, ugye C.S. Lewis. Tehát, hogy ezekre az ember el tud jönni, és el tud jönni odáig is, hogy azt mondja, hogy szükségem van segítségre. Tehát, hogy nem tudok változtatni magamon igazán. De akkor, amikor a válaszokat keressük, akkor egész egyszerűen, amire nem tudunk eljutni, még arra is el tudunk jutni, hogy Istennek kell lennie. De odáig nem tudunk eljutni, hogy milyen ez az Isten. Maximum azt tudom mondani, hogy hatalmas és fantasztikus, amit teremtett, de hogy félelmetes, ha csak dörög az ég, már tudom. Tehát, de az, hogy Isten szerető, és az, hogy ő adta az ő fiát, és hogy ő mindent helyre fog állítani, amit a bűn elrontott, ez csak is a Bibliából érthető meg. Tehát, hogy igazából az, hogy a kultúrára hogy tekintek, hogy ez az Isten teremtett világának a megnyilvánulása, amiben most vagyunk, és hogyha mindenki, minden egyes ember Istennek szolgálna, akkor is, hogy mondjam, megmaradnak ma a magyar kultúrából egy csomó minden, és valószínűleg jobb lenne nekünk, hogyha így lenne. De tehát én azt érzékelem, hogy most megy ez a tilitoli, hogy Isten egyértelműen bejelenti az igényét mindenre, a kultúra egészére is, és közben pedig egy olyan kultúrába élünk, ahonnan Istent mindenhonnan ki akarják paterolni. Uh-huh. És hogy most már eljutottunk odáig, hogy akkor legalább azt engedjük már meg, hogy az egyik sarokba legalább a kereszténység a kis vallását megtarthassa a maga kis Istenével. De a mi Istenünk nem ilyen. Egy kulturális szigetként. Így van. Így van. Tehát, hogy egy ilyen szubkultúraként lehet kereszténykedni valahol, de hogy azért legyen már normális, amikor beszélsz velem, már nem azért. Tehát hagyd ezt a vallásos akármicsodát. Tehát, hogy igazából ez a, hogy mi az uralkodó ernyő, ami alatt a valóságot értelmezem, hogy ez a Biblia, vagy pedig éppen azt gondolom, hogy most teljesen mindegy, hogy milyen indokkal, de hogy Isten és a Biblia az menjen már egy kicsit arrébb, akkor ki fogok találni egy másik uralkodó nézetet. És miért van az, hogy akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy a kereszténység és Isten hitet kíván, tehát nyíltan, becsülettel elmondja, hogy ez így van, akkor a mostani uralkodó nézet, legyen az humanizmus, vagy posztmodern, vagy teljesen mindegy, hogy nevezzük, elég sokfajta van, hogy akkor ez ugyanúgy hitet követel az embertől. Tehát ugyanúgy elmondja, hogy valami módon meg fogod fogalmazni azt, hogy mi a probléma, és mi a megoldás, és ez ugyanúgy hitet követel tőlünk, csak úgy tesznek, mintha ez nem hitkérdés lenne.
Tehát, hogy valójában arról van szó, hogy itt vallások között folyik a párbeszéd, vagy inkább a vita, vagy a bruszt, a harc, és hogy egész egyszerűen a kereszténységet lenézik, mert hogy az nyíltan és deklaráltan vallásnak minősíti magát, most értsük ezt jól, míg úgymond a tudomány leple alatt állandóan azt állítják, hogy ez egy objektív igazság, amit ők képviselnek. Megint csak Schaefferhez mennék vissza. Ugye, amikor ő beszél a neo-ortodox teológiáról, tehát Bartékról és társairól, akkor ő ezt úgy fogalmazza meg, hogy ez a vallásos egzisztencializmus. És szerintem ez egy nagyon jó jellemzése ennek az irányzatnak. Ugye az egzisztencializmust megelőző filozófia, úgymond a modernnek a utolsó állomása, mint egy zsákutcája, a nihilizmus volt. Tehát, hogy próbálom értelmezni a világot Isten nélkül, nincs értelme. És ugye, tehát ezért jutottak el sokan ebből az irányzatból oda, hogy akkor tényleg vessünk véget az életünknek, mert nincs semmi értelme. És ezt követte az egzisztencialista filozófia, ami egy ilyen hasadságot eredményezett az emberben. Tehát, hogy ugyanúgy vizsgálta az életet, ahogy a megelőző korokban, tehát ugyanaz a zárt okokozati rendszer, amiből kihagyom Istent, és ebből a nézőpontból nézve ugyancsak nem volt értelme semminek. Tehát ez is egyfajta nihilizmus. Ugyanakkor ott az elmének egyfajta önvédelmi reakciója kialakult, hogy de azért legyen már valami értelme mégis. És akkor az ugrás. És akkor igen, az ugrás. És akkor kitaláltak maguknak mindenféle célt és értelmet, amit nem lehetett levezetni sehonnan. Tehát ez az ő kitalálásuk volt. Most lehet, hogy nagyon egyszerűen átkísérek valakit az utcán, aki arra rászorul. Lehet, hogy ennél sokkal nagyobb célt akarok magam elé kitűzni, hogy elvégzem ezt az egyetemet. És ez megint szubjektív. Nagy leszek. Ez egy szubjektív része az életnek. És tulajdonképpen az egzisztencializmusnak ez adta a vonzerejét, hogy habár az eszemmel tudom, hogy semmi értelme nincs semminek, de azért elmondhatom, hogy én olyan tudományos gondolkodású ember vagyok, és komolyan veszek mindent, és tájékozott vagyok. Mindemellett van egy kis belső része a lelkemnek, ahol megtalálom az értelmet, meg a célt. És valahol amikor jött a neo-ortodoxia, akkor ezt keresztelte meg hívő kifejezésekkel, mert lényegében akármennyire is azt mondják, hogy a neo-ortodoxia az egy nagy stopptábla volt a liberalizmus számára, ez nem igaz. Tehát ugyanazt a munkamódszert alkalmazták, nagy részt az exegézisben, meg mindenhol. Nem is csoda, hogy a neo-ortodoxiának a második, meg különösen a harmadik generációja már ugyanazt mondta, mint korábban a megelőző korszakoknak a liberálisai. Ugyanakkor belül ők is érezték, hogy ennél több kell, és hogyha olvasunk Barttól, akkor ott tényleg olyan Krisztus központúságról, meg megújult életről olvasunk, és hát maga Bart is azért úgy, tehát amennyire mondják az őt ismerők, hogy tehát akik még személyesen találkoztak vele, hogy volt egy vonzása neki. Tehát most ilyen lelki értelemben volt egy vonzása. Tehát, hogy volt egy teológiája, ami ment a liberalizmus irányába, meg volt egy belső lelki élete, próbált a régi keresztény dogmákhoz visszanyúlni, itt-ott átalakította őket, de azért úgy próbálkozott. És ez tulajdonképpen egy egzisztencialista gondolatkör, vallásos környezetben. Na most az a tanár, akire utaltál, fogalmam sincs, hogy ki az, nem is kell megmondani. Szerintem ugyanebbe a csapdába, vagy hát erre az útra tévedt rá, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy ő Bart tanítványa, mert nem feltétlenül a neo-ortodoxiától kapunk ilyen hatásokat. Bár tehát kevés. Már kevés. 40-50 éves, vagy a 60-as generáció tanárai közül, aki nem ilyen hatás alatt volt. Igen, nem? Jó, én ezt értem, csak hogyha tegyük fel, fiatal lenne, akkor is el tudnám fogadni, hogy van, aki ezt mondja, és nem azért, mert közvetett vagy közvetlen hatásokat kapott volna Barttól, hanem egész egyszerűen azért, mert a léleknek az egyik legjobb önvédelmi stratégiája az egzisztencializmus. Tehát, hogyha én hívőként akarok élni, abban a világban, ami tudományosan egész más irányba mutat, akkor az egy kényelmes állapot, hogy amikor ott vagyok, akkor ezt mondom, de egyébként beszélek Krisztusról, vele való kapcsolatról, beteljesedésről a mennyben, stb.
nem fogja tökéletesen elfogadni nyilván azt, amit a világi tudósok mondanak a világról, de azért nagy részt mégis elfogadja. Nagyon érdekes, hogy ti egy másodperce már tovább vittétek, és inkább a gyakorlatra tettek. Még ott a kérdésemben volt egy rész, aminél eszembe jutott, hogy mit mond Schaefer. Van egy olyan könyve, talán így lehetne magyarra fordítani, hogy mi történt az emberi fajjal, vagy bármi is történt az emberi fajjal, valahogy így lehet. Ő azt mondja, hogy a hit és az élet dolgai olyan szorosan össze vannak fűzve a Bibliában a történelemmel, a történelmi eseményekkel, hogy gyakorlatilag ezt lehetetlen szétszálozni. Már csak a keresztesemény, vagy akár a bűneset. Ugye Pál apostol, hogy visszautal a bűnesetre. Az egész. Tehát nem lehet szétszálozni, és ha elkezded lebontani, mint a harisnya, akkor az egész lefut. Talán Spurgeon mondta hasonló témában, hogy ugye, most nem tudom, hogy ő pontosan, de szerintem erről a témáról nyilatkozta, hogy hát tojást sem úgy veszünk a piacon, hogy szétszedjük a héját, és akkor hazavisszük magát a tojás belőle, hanem nekem kell a héja is. Szerintem így illeszkedik bele az evangélium a Bibliának a történeti leírásaiba. És mindenképpen azt mutatja, hogy Isten nem egy elvont filozófia, hanem az, aki jelen van ebben a világban. És a történelemben nyilatkozhatja. Így van. Tehát, hogyha nem lenne jelen a világban, akkor ez már nem az Isten lenne. Uh-huh. Akkor már lehetnénk deista gondolkodók, vagy bármi, de az már nem kereszténység. Azért is, mert hogy a hitünk alapja az történelmi. Tehát a feltámadás az vagy történelmi tény, vagy nincs értelme a kereszténységnek. És általában, amikor beszélgetek emberekkel, akkor én azt szoktam mondani, hogy mindenki azt gondol, amit akar. Egészen eddig a pontig. Az a kérdés, hogy a feltámadás igaz-e vagy se. Ha a feltámadás igaz, akkor arra oda kell figyelnünk arra az illetőre, aki feltámad. Ha nem igaz, együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. És igazából ez lesz a hedonizmus, amiről ugye Schaefer is beszél. Még csak különben ahhoz kapcsolódóan, amit az imént mondtál, hogy milyen érdekes, hogy ez a jelenség, hogy nem tudom a tudományos életben, vagy a tudományos gondolkodásban nem fér bele a hit, és akkor csinálok neki egy kis sarkot. Tehát, hogy ez az, amire Schaefer általában azt mondta, hogy az ember nem tud következetesen Isten nélkül élni. Tehát, hogy muszáj, hogy az emberség valahol kijöjjön, vagy kibújjon az. És ennek kapcsán, tehát ma is vannak olyanok, akik megpróbálnak így élni, hogy teljesen ilyen naturalista, tudományos alapon, de amit mondtál, hogy miért vagyok kedves, vagy előzékeny valakihez, és vagy a másik, amire hát fölhívták a figyelmet, hogy egyszerűen szükségünk van arra, hogy legyen valami, ami ezen a látható világon túl, tehát transzcendens, és hogy ha nem is fogadnám el, hogyan magyarázom azt, amikor megszületik a gyermekem, és a kezembe veszem? Tehát, hogy egyszerűen az élet csodája megállít mindent. Vagy a zene még ugyanerre képes, vagy a művészetek, hogy egész egyszerűen valahogy megsejti az ember, hogy ez, tehát, hogy nem hangokat hallok, hanem az hat rám, és az érzelmeimet, és a lelkemet megérinti. Vagy én a naplementét szoktam még mondani, hogy lehet, hogy el tudom pontosan mondani, hogy milyen fizikai részecskék hozzák létre azt a absztrakt művészetet, amit látunk egy naplementénél, és mégis a lelkünkre hat. Tehát, hogy egész egyszerűen ez egy érdekes jelenség, hogy azok, akik küzdenek azzal, hogy én nem hiszek Istenbe, azok sem tudnak nem emberként élni. És általában Schaefer ezeket a pontokat kereste meg a beszélgetések során, hogy kimutassa, hogy egész egyszerűen egy személyes valóság áll ezek mögött, és hogyha tetszik, akkor ajándékba kaptuk a naplementét. És visszatérve ahhoz, amit korábban mondtam az ő módszertanáról, hogy de akkor éld meg konzekvensen a gondolataidat, és vesd el a maradék emberségedet is. Így van. Erre egy példát hadd mondjak, egy viszonylag régebbi ismerősöm kapcsán, akivel még egy iskolába jártam, és tudom, hogy elég szép pályát futott be most már ilyen tudományos körökben, és valahogy összeakadtunk egy online beszélgetésben, ahol ő nagyon pozitív emberként mutatkozott meg. Tehát úgy jellemezte magát, mint kulturális keresztény. Tehát, hogy semmi köze a hithez, de olyan kulturális keresztény. És igen, ez is nagyon szimpatikus volt, hogy teljesen őszinte. És minden, amit nyilatkozott, az... Tehát
az tetszett. Tehát most, ami nem világnézeti jellegű dolog volt, az olyan szimpatikus, barátságos volt. De aztán elindultunk ezen a téren, hogy ez a kettő nem passzol. Tehát, hogy te totál ateista vagy, és akkor így gondolkozol, ez nem passzol. És addig-addig ment a beszélgetés, amíg úgy kicsit vezettem őt abban, hogy akkor tulajdonképpen te azt gondolod, hogy szeretet sem létezik a világon, ugye? Igen. És akkor az anyukád sem szeretett téged soha, ugye? Nem. És te sem szereted az anyukádat, ugye? Nem. És nem gondoltál még arra, hogy főbelőd magad? És így nagyon megdöbbentő volt, amit írt, hogy de, minden nap. Tehát valami elképesztő volt. És aztán pár nappal később ő napirendre térte fölött, és folytatta a maga skizofrén gondolkodását, de hogy ott érezhető volt, hogy igen, érzékelem ezt a feszültséget, és nagyon nehéz mit kezdeni ezzel a feszültséggel. Nem is gondolnánk, hogy volt egy ilyen hollywoodi film, a Sunset Limited, ami gyakorlatilag erre a... Ez egy kamaradarab, a Samuel L. Jackson meg a Tommy Lee Jones játszik, az értelmiségi fehér ember, idősebb professzor, és egy volt rab, gyilkos egykor, de megtért ember, a fekete ember, Samuel L. Jackson, és úgy kezdődik a film, hogy egy szobában látjuk őket, és a professzor, aki ugye addig jutott a gondolkodásába, hogy rájött, hogy semminek nincs értelme, be akart ugrani a metró elé. Ezt nevezték Sunset Limitednek, valamilyen hajnali járat. És a fekete ember mentette ki, és érvel amellett, hogy miért kellene hinni. Na mindegy, ez csak eszembe jutott, de pont ugyanez, erre épül a film. Egyébként csak egy zárójeles megjegyzés, hogy lám-lám, a szeretet, ami istené, tehát egyértelműen az, hogy az ő képére teremtettünk, az azt jelenti, hogy nem tudunk szeretet nélkül élni, és így lyukad ki a történet. Hogy mit tudom én, ott vannak a buddhisták, most ugye nagy divat, mindent megteszek azért, hogy a szenvedést elkerüljem, meg nagyon-nagyon gyakorlati tapasztalatom, mert a kozmetikusom e felé hajlik, úgyhogy elég sokat szoktunk beszélgetni, és amikor eljutunk odáig, hogy ilyen nagy-nagy-nagy, nagyon komoly gondolatok vannak, akkor mindig oda jutunk ki, hogy valójában a fájdalom az, hogy azt szeretném, hogy szeressek és szeressenek. És mindig így lyukad ki az összes történet, hogy a szeretet nem működik, vagy nem jól működik, vagy vágyunk rá. Tehát, hogy valójában valahol a kereszténység itt lesz az, ami, ahol befigyel. Erre vagyunk teremtve. De igazából ez egy nagyon jó téma. De tévedhetetlenség. Vissza kell térnünk az acélszínű valósághoz. Ez a vízválasztóhoz, és tényleg nem akarok rajta nagyon sokat rugózni, de azt mondja, Schaefer említ egy ilyet, ugye benne volt a lozanni nyilatkozat szövegezésében, amiben benne volt John Stott is. John Stott tudvalevőleg nem szerette ezt a fogalmat, ha bár a pozitív átírását, mert ugye ez egy tagadás-tagadás, tévedhetetlenség, de a Biblia mindenben igazat mond, azt maga John Stott is mondta. És bekerült, le is fordítottuk ugye az egyik nyilatkozat, vagy az egyik kiadványunkban benne van a lozanni nyilatkozat fordítása, és ugye így hangzik, említi a könyvben is Schaefer, hogy a Bibliáról szóló része, hogy a Szentírás mindenben igazat mond, amit állít. És nagyon érdekes, hogy Schaefer utólag kapta meg a kész szöveget, és ezzel nem értett egyet. Illetve egyet értett vele, csak azt mondta, hogy ez nem elég. Ezt ki fogják használni. Tehát itt is kiskaput fognak találni. Na, mindegy, nem akarok ebbe annyira belemenni. Azt mondta, hogy utána majd megint el kell döntenünk, és kell majd ahhoz egy grémium, hogy a Biblia mit állít egyáltalán. Tehát akkor azon kezdünk el majd vitatkozni, hogy egyáltalán a Biblia mit állít. Mert az igaz, de nem tudjuk, hogy mit állít, úgyhogy gyakorlatilag felesleges az egész. Szerintetek vízválasztó-e? Én azt tapasztalom az utóbbi években, hogy gyakorlatilag a Biblia tévedhetetlensége, mint tan elfogadás, az gyakorlatilag a Biblia teljes tekintélyének való alárendelést jelenti. És engem mindig zavar, amikor valaki azt mondja, hogy ő nem tudja ezt elfogadni. És nem gondolom, hogy ez csak filológiai vagy fogalmi kérdés. Én azt gondolom, hogy ez kegyességi kérdés. Csak erre mindig azt mondják,
hogy miért akarunk rákényszeríteni valakire, valakikre egy fogalmat és annak az elfogadását, ami alapvetően nem bibliai fogalom. Legalábbis így nem szerepel a Bibliában. Erről mit gondoltok? Őszintén, ha nem értetek egyet, akkor is nyugodtan. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Én nem neveznék enélkül evangelikálnak senkit. Lehet ettől még, mondom, hívő ember, tehát lehet a testvérem, stb., de nem nevezném evangelikál embernek, mert ugye Sebestyén Jenő református teológus lapján szerepelt az az ige, hogy ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harca, ilyen szép károlis módon. És én ezt gondolom, hogy ha mi kifejezünk valamit, hogy a Bibliának teljes mértékben alávetjük magunkat mindenben, amit mond, akkor tudjuk, hogy merre van az irány. És erre lehet azt mondani, hogy a kereszténység azt a küldetést hajtja végre, amivel meg lett bizatva. Az összes többi keresztény pedig, aki ezt nem hajlandó kimondani, üdvözülni fog, hogyha újjászületett és megtér, de nem tölti be a küldetését. Így ahhoz tudnám hasonlítani, mint a régi magyar történelemben ugye voltak az elit hadseregek, akiket kiképeztek, és mindig előmentek, és volt a nagy paraszti réteg, akik hátul mentek. Most nyilván a paraszti réteget nem kell analógiába vonni, de hogy tehát ők néha segítették a harcot, amikor éppen olyan hangulat vett erőt rajtuk, és mentek előre, sokszor meg kifejezetten hátráltatták, amikor megijedtek, és elkezdtek szaladni, és mindenkit pánikkal töltöttek el a saját soraik között. Tehát szerintem mindenképpen az evangelikalizmusnak egy ilyen zászlós részének kell lennie az egész kereszténységnek. Kiállunk a Biblia igazságai mellett, teljesen mindegy, hogy mi legyen az. És nem vagyunk hajlandóak kompromisszumot kötni. Nekem az jut eszembe, hogy amikor ez az egész kérdéskör felvetődött, akkor valójában ezen a ponton tényleg, ahogy Schaefer mondja, hogy abszolút eldőlt, hogy ki merre megy. Igen, és hogy az egyik, ami ennek kapcsán eszembe jutott, hogy ami változott így világként, és talán ezt érdemes tudatosítani, amikor erről beszélünk, hogy létezik az a kategória mostanra, hogy elfogadom, de nincs következménye az életemre nézve. És én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy hányan vannak, akik azt mondják, hogy hiszek Istenbe, és semmilyen hatással nincs az életükre. Miközben ennek, tehát hogy ez nem egy önmagában létező gondolat, hanem ennek következménye kéne legyen gondolatilag. És valahol ugyanezt érzem a Bibliával kapcsolatban, hogy létezik mostanra ez a skizofrén állapot, hogy elfogadom a Biblia tévedhetetlenségét, de igazából semmilyen hatással nincs rám. Tehát intellektuálisan. Intellektuálisan, így van. Vagy agygyakorlatként, vagy elmegyakorlatként. És hogy mikor vetődik föl, vagy miért van a Biblia támadás alatt. És hát nyilván azért, mert hogy Isten bejelenti az igényét az életünk szentségére nézve. Tehát ő neki határozottan megvan az elgondolása arra nézve, hogy mit jelent embernek lenni, és ebbe a történetbe hív bele bennünket. És hol vannak az ütköző pontok? Hát nyilván ott azokon a pontokon, ahol a kultúra nem ugyanúgy gondolja, hogy Isten gondolja. Tehát csak azokon a pontokon vannak konfliktusok, ahol a kultúra mást mond, mint Isten. És hogy személyes szinten, hát ez nyilván úgy jelentkezik, hogy akkor azokat a bibliai igerészeket nem olvasom, mert hogy az úgy nem tetszik, hanem inkább a kedvenc igerészeimet olvasom. Tehát, hogy akkor, amikor tévedhetetlenségről beszélünk, akkor valójában az a kérdés vetődik föl, hogy ki az Úr. És azt mondod, hogy létezik, ami valóban egy érdekes jelenség, hogy létezik, hogy valaki megtért és újjászületett, és utána egy furcsa dolog történik vele a Biblia értelmezésével, és akár a Biblia tévedhetetlenségének az értelmezésével, hogy akár ez előfordulhat, de hogy mindeközben akkor hogy van ez, hogyha Jézus Krisztus az én megváltóm, lehet-e Uram is? És akkor inkább
Tehát, hogy egy pillanatra megállva beszéltünk erről, hogy az evangéliumot hova szűkítettük le az elmúlt időszakban, hogy bűnös ember vagy térj meg, Isten szeret, vagy fordítva, Isten szeret, bűnös vagy térj meg. Tehát, hogy ide szűkítettük le az evangéliumot, és mi van akkor, hogyha mostanra nem elég a Biblia tévedhetetlenségét vallani, hanem inkább azt kellene mondani, hogy az életemre nézve ez kell, hogy kihatással legyen. Tehát, hogy az élet szentséget, hogyha a Biblia tévedhetetlensége, mint hittétel, azt jelenti, hogy akkor ez az életemre, mint szentségként, szentségi igényként jelentkezik, akkor igen, akkor én is azt gondolom, hogy ez vízválasztó, mert ezzel azt mondtuk ki, hogy ki az Úr, hogy Jézus Úr lehet-e az életem felett. Gondolom, megvan az összefüggés. Tehát, hogy Jézus az uralmát azon keresztül gyakorolja, hogy én alávetem a Biblia tekintélyének az életem minden területén. Ezt mondja Séfer is, ugye? Így van. Hát erről beszél. Így van. És hogy amennyiben ez így van, hogy és ugye ezt hívjuk szentségnek, amikor a Bibliának az igény bejelentése alá én alárendelem magamat, mint tekintély alá. Hogyha ezt értjük bibliai tévedhetetlenség hitvallása alatt, akkor én is azt gondolom, hogy elengedhetetlen a hívő élet szempontjából. De nem lehet, hogy szét lehet ezt úgy választani, hogy a képmutató és a, most egy nagyon erős szó, és azért nem, aki a tévedhetetlenséget most nem fogadja el, én nem akarom őt leírni azért úgy, hogy tévtanító, tehát ne értsetek félre, de végül is nem a képmutatás és a helytelen tanítás kettőséről van szó. Mert az életszentség az nyilván egy ponton túl nem mérhető. Viszont az intellektuális helyeslés az mérhető, és az nem garantál semmit, de mégis egyfajta indikátor, vagy egy lakmuszpapír. És nekem úgy tűnik, hogy ez a lakmuszpapír elég jól működik. Tudom, hogy ettől sokan hidegrázást kapnak. Hagyjuk a tévedhetetlenséget, ne ítélj meg a tévedhetetlenség alapján. De mégis van benne egy alázatos fejethajtás, hogy legalább intellektuálisan elfogadom, legalábbis nekem így tűnik. Mert ha valaki ezt nem fogadja el, akkor nyilvánvalóan van egy konkrét ok, vagy több ok, amiért nem tudja intellektuálisan berendezni magát a tévedhetetlenség alá. Igen. Én a félelmet látom leginkább a háttérben, tehát nem feltétlenül a gőg. Mert mondhatom azt, hogy intellektuális gőg áll a mögött, hogy valaki ezt nem hajlandó elfogadni. Én leginkább azt a félelmet látom, ami miatt az egzisztencializmusnak ma is van jelentősége. Tehát, hogy a lelkemben megélem, de nem akarok másokkal konfrontálódni, mert az kibillentene az én törékeny lelki békémből. Nem helyes, tehát semmiképpen nem jó. És ilyen értelemben nyilván kapcsolatban áll azzal, hogy én mekkora úrnak látom Jézust. Tehát, hogyha nagy úrnak látom, akkor nem fogok félni az emberek véleményétől. Akkor intellektuálisan is tudom őt követni. De hogyha nem akkorának látom, akkor folyamatosan a félelem fog erőt venni rajtam. Ugye van is egy ilyen ige, hogy ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg általuk. Tehát, hogy vagy az Istent félem, mint legnagyobbat, vagy az emberektől félek. És sajnos ez létezik, ez a skizofrénia, hogy egyébként Úrnak vallom Jézust, de nem ismerem őt annyira, amennyire kellene. Tehát azért a profétáknál is van egy-egy nagy pillanat, amikor úgy lélekben elragadtatnak, és ott állnak Isten trónja előtt. Addig is hittek benne, de onnantól kezdve már úgy a kételjeiket elfújta a szél. Tehát szerintem akinek az életében vannak ilyen pillanatok, sok pillanat van, annak viszonylag könnyebb azt mondani, hogy persze mindent elfogadok, amit a Biblia mond. Akinek az életében mondjuk volt egy megtérés, de onnantól kezdve nagyon takaréklángon megy a hite, még hogyha viszonylag rendszeres is, de nincsenek ezek a nagyobb kilengések fölfelé, ott nehezebb elfogadni azt, hogy mindenben igaza van a Bibliának. Engedjetek meg egy idézetet ezzel kapcsolatban. Bori mondtad, hogy ez ugye úgy, tehát tényleg eldől ennél a pontnál, és a Séfer a hegygerinc hasonlatot hozza is. Ennek szerintem el kell hangozni, ezt röviden felolvasnám. Ezért is ez a kép az elején. Tényleg, a kép maga. Igen. Tehát ugye ez egy hegygerinc, és azt mondja, hogy úgy vélem nagyon pontosan szemlélteti azt, ami ma történik, ugye az evangéliumi világban, napjainkban az evangéliumi keresztények vízválasztóval állnak szemben a bibliai ihletettség és tekintély terén. Ez a kérdés nagyjából ugyanolyan értelemben vízválasztó, mint amit
mint amit a példa kapcsán leírtunk, az evangéliumi keresztények körében egyre többen változtatnak nézeteiken a Biblia ihletettségét illetően, teljesen alásva a Szentírás tekintét. Ez azonban egy nagyon finom, rejtett módon történik, akár csak a hegygerincen egymás közeléből lévő hódarabok, a bibliai tekintéllyel kapcsolatos új nézetek sem látszanak első pillantásra nagyon távolinak attól, amit az evangéliumi keresztények a legutóbbi időkig mindig is hittek. Ám a hónak a hegygerincen egymás mellett fekvő részeihez hasonlóan e következetesen végigvitt nézetek eredményét is egy világ választja el egymástól. És utána még valami, ami első ránézésre apró eltérésnek tűnhet, végül a lehető legnagyobb eltéréshez vezet, amint várható, a lehető legnagyobb eltéréshez vezet a teológiával, a tantételekkel és szellemi kérdésekkel kapcsolatos dolgokban, de a mindennapi keresztény életben és abban is, ahogy a keresztényként a körülöttünk lévő világhoz viszonyulnunk kell. Más szóval, a Szentírás teljes tekintélyével kapcsolatos megalkuvás végül kihat arra, hogy teológilag mit jelent kereszténynek lenni, és hogyan élünk az emberi élet összes területén. Nagyon kemény, nem? Egyértelmű, mert a megalkuvás ezen a szinten utána minden másra is kifoghatni. Tehát, hogy miért alkuszom meg a Biblia tévedhetetlenségével kapcsolatban? Egyszerűen azért, mert ezt a nyomást nem bírom elviselni, ami a kultúra felől érkezik. És hogyha lennének válaszaim a kultúra nyomására, amit ugye az ige alapján kellene valami módon megfogalmazni, akkor nemes egyszerűséggel fel tudnám vállalni. Tehát, hogy ezért elképesztően fontos az evangéliumi gondolkodóknak a megszólalása, mert nagyon sokan várnak arra, hogy ez a nyomás enyhüljön. Uh-huh. És hogy enyhül, tehát hogy azért kellenek olyan gondolkodók, akik kimondják ezeket a mondatokat, és én egyszerű gyalogemberként azt érzem, hogy köszönöm szépen, megsegítetted a válaszadást ebben a nyomás helyzetben. Uh-huh. Azt nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy azt mondja, és ez való elképesztő, hogy a középkori egyházban nem ez volt a probléma. Tehát azt mondja, hogy ha az ember keresztény volt, most teljesen mindegy, hogy a katolikus egyházban, ami magát a tévedhetetlenséget hibásan használta, vagy helytelen módon, de akkor ez senkinél nem volt kérdés. És azt mondja, hogy ám az utóbbi mintegy 200 évet leszámítva, hogy senki sem próbált ilyesfélét mondani, keresztény vagyok, ugyanakkor azt hiszem, hogy a Biblia tele van tévedésekkel. Tehát egészen elképesztő. Na mindegy. Szerintem kiveséztük a vízválasztót. Én csak egyetlen egy gondolat nekem az jutott eszembe, hogy abban az esetben, hogyha tényleg a Biblia tévedhetetlensége számomra kérdéskör, tehát egyénileg ezzel küzdök, érdemes elkezdeni olvasni. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdem olvasni, van egy sajátos hatása a Szentírásnak, elkezd meggyőzni. És hogyha nyitott szívvel olvasom, akkor Isten ezt használja. Tehát lehet, hogy ma még nem vallom, hogy tévedhetetlen, kezdjem el olvasni, és meglepő lesz, hogy lehet, hogy egy idő után másként látom. Igen, csak ha nem hiszed, hogy megbízható, akkor miért kezdenéd el olvasni? Tehát ez egy ilyen ördögi kör, nem? Adj egy esélyt. Jó. Következő, amire szerintem pont itt kitérhetnénk, ugye, és így is jön logikai sorrendben, a fundamentalista törvényeskedés, mert azért erről is említ röviden valamit. Ugye ezt azért írtam föl, ő is tematizálja egyrészt, másrészt ma sokan ezt vágják, de szinte reflexből azokhoz, akik a Biblia tévedhetetlenségét vallják, magukat evangéliuminak vallják. Mi a fundamentalista törvényeskedés? Van ilyen? Azért kérdezem, bocsánat, mert ma minden második gyülekezet tele van olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy ők ennek a fundamentalista törvényeskedésnek az áldozatai. Tudjátok ilyen, hogy hívják magukat? Mi ez a definíció? Valláskárosult. Ma ez a legkönnyebb érv arra, hogy te miért nem vetted mondjuk alá magad a Szentírás tekintélyének, te valláskárosult vagy, alapvetően most már neked senki sem mondja meg felülről, hogy mit higgy meg, hogyan higgy. Szóval van ilyen, hogy fundamentalista törvényeskedés? Van. Nyilván sokan rosszul használják ezt a kifejezést. Tehát, hogyha én kiállok alapvető bibliai tantételek mellett, sokan már azt is fundamentalista törvényeskedésnek nevezik, mert mi alapján mondom azt, hogy ez az egyetlen lehetséges mód, ahogy ezzel kapcsolatban gondolkozni lehet. Nem vagy toleráns. Igen, nem vagyok. Tehát sokan ezt nevezik törvényeskedésnek. Én nem ezt nevezem törvényeskedésnek.
ugye Jézus korában a farizeusokról mondta Jézus, hogy ők a törvényeskedők, és valahol az ember érti azt a lelki folyamatot, amin ők keresztül mentek ugye az évszázadok során. Korábban még a caddik mozgalom idején ők tényleg szívükkel ragaszkodtak Istenhez, meg az ő törvényeihez. És később, amikor már, hogy is mondjam, ez a lelkesedés egy kicsit alább hagyott, de fenn kellett tartani a látszatot, hogy mi vagyunk a caddikok, a hűségesek, elkezdték a Bibliát szétszálazni rengeteg kis törvényre, és azt mondani, hogy na, ma is tehetek emellé egy pipát, emellé is, és mivel tele van az életem pipákkal, ezért azt mondhatom, hogy én továbbra is hűséges vagyok, továbbra is caddik vagyok. Na most ez mindenkor emberét ugyanígy jellemzi. Nem kell ehhez feltétlenül egy fundamentalista embert megtalálni, ehhez a legegyszerűbb kegyességhez tartozó ember is szereti kipipálni az életét, hogy Isten szempontjából én most rendben vagyok. Nyilván megjelenik ez fundamentalista körökben is, de nem fundamentalista körökben egyaránt. Na most a fundamentalizmushoz visszatérve, azért ott van egy különös színezete is a törvényeskedésnek. Ugye, ha abból indulunk ki, most már a második típusú fundamentalista definícióból, tehát akik úgy ellenséges a módon, a pejoratív, de igazából jelenleg ez a fundamentalizmus, tehát hogy én ellenségként tekintek mindenkire, aki a határvonalaimon kívül van. Na most ilyen környezetben a törvényeskedés, tehát megszabni, hogy keresztény vagyok, akkor eddig ér a szoknyám, vagy mit tudom én, hogy köszönök, meg stb., vagy hogy értelmezek bizonyos igéket, ez azt jelzi, hogy én ehhez a közösséghez tartozom. És hogyha ezt valaki nem így értelmezi, akkor ássa el magát, mert ő nem ehhez a közösséghez tartozik. Szekértábor mentalitás. Így van. Tehát ez kétféle típusú törvényeskedés. Mondom, az egyik minden keresztényre jellemző, fundamentalistákra is, ez utóbbi pedig kifejezetten egy fundamentalista színezet. Tehát létezik ilyen, de az esetek többségében tényleg azt gondolom, hogy amikor ezzel támadnak külsősök, akkor nem is feltétlenül törvényeskedésről van szó, csak így akarják rövidre zárni, hogy itt igazából hiányzik a lélek, itt csak a törvényről van szó. Nekem is ez jutott eszembe, hogy ez nyilvánvalóan ez egy megbélyegzés, vagy ez egy címkézés, amiről beszélünk, és hát Schaefer is beszél erről, de hogyha csak beleszagolunk így mostanság, hogy ez hogy szokott elhangozni, igazából én azzal azonosítanám, hogy akkor, amikor meg vagyok győződve arról, hogy az igazság nálam van, akkor az egy nagyon nehéz pillanatkép, mert az igazság, az ismeret felfogalkodott át ezt. És számomra inkább ez az, ami kijön belőle, hogy nehezen tud, vagy mondd, hogyha másként látod, de hogy emberileg egyszerűen nem tudjuk kezelni azt, hogy az igazság nálam van, hogyha ez nem párosul, hát itt Schaefer azt mondja, hogyha nem párosul szeretettel, a szentség a szeretettel, és engem különben meglepett a szó használata, a szentség, tehát hogy nem igazságot használ, hanem szentséget. És úgy, tehát szentség és szeretet. És, tehát, mert ebben benne van az élet is, ugye nem csak a vélemény, amit... Vagy így van, nem csak az agyam. Nem csak az agy. Tehát nem csak az agyam, hanem az életvitelem benne van, és benne van az a fajta törekvés, hogy Isten és ember szeretet megnyilvánulása. Tehát, hogy igazából én ebbe a címkézésbe azt a mozzanatot látom így felkiáltójáként, hogy lehet, hogy nálad van az igazság, de ezt nem tudod úgy elmondani, hogy ezt el tudjam fogadni. És valljuk be őszintén, hogy ha ebbe ügyesek vagyunk, akkor hajrá, akkor beszéljünk. De hogy ez a legnehezebb, hogy amikor meg vagyok valamiről győződve, és ez igaz keresztényként is azokkal kapcsolatban, akik nem keresztények, hogy meg vagyok szentül győződve, hogy ez az igazság, ez a világ valódi története, amiről szó van, hogy Isten mindent helyre fog állítani, és ide hív mindenkit, hogy térjen meg. Meg vagyok győződve, hogy ez az igaz történet, de hogy ezt hogy lehet úgy elmondani, hogy ne az legyen belőle, hogy most nem arról van szó, hogy megbántok valakit, vagy nem bántok meg, hanem hogy mit jelent az, hogy úgy elmondani, hogy az fogadó képes fülre
találjon. Igen, de nem biztos ugye, hogy ez a világ mércéjétől függ. Mert túl így könnyen van. Ráhúzzák mindenre, ahogy itt mondta Laci is, az igazsághoz, a ragaszkodásra, már a fundamentalizmust, és ezt az evangélium mozgalom legnagyobb hátrányának tartom, hogy az egyik legjobb szót, azt, hogy fundamentum, az egyik legpejoratív szóvá változtatták az idők során, és gyakorlatilag bármire rá lehet húzni. Azt mondja Schaefer, ezt hagyj olvassam föl, hogy a fundamentalista törvényeskedést értjük-e a határvonal meghúzásán? Nyilván nem, tehát azt mondja, hogy nem. Azt mondja, ha arról a szívtelen, szeretetlen, fundamentalista törvényeskedésről van szó, amelyet többen jól ismerünk a múltból, akkor természetesen nem vállaljuk, és Krisztus nevében elutasítjuk ezt. Isten szeretetének és szentségének mindig együtt kell megnyilvánulnia. És ha valaki eltévejedett és visszatér, nem büszke lelkülettel kell fogadnunk, mivel igazunk volt, hanem örülve, énekelve, vidáman zenélve, örömteli énekeket dalolva, sőt hozzátenném, hogy akár az utcákon táncolva is, mert valódi visszatérés történt. Egy jelenség. Kíváncsi vagyok, mit gondoltok róla. Én azt vettem észre, hogy az evangéliumi mozgalom szempontjából, most ez megint erősen fog hangozni, sokszor már nem is a liberalizmus az, ami veszélyes, mert viszonylag könnyen elválik a kettő egymástól. Tehát azért, aki egy picit is járatosabb a teológiában, könnyen szét tudja szálazni a kettőt. Viszont ott vannak azok, és Magyarországon ugye, mivel beszéltünk róla, ez a pietisztikus, fundamentalista jellegű evangéliumiság érvényesült, rengetegen sérültek. És tele van az egyház elvileg olyan evangéliumiakkal, akik viszont még mindig a sebeiket nyalogatják, mert ők valamelyik nagy ilyen híres fundamentalista gyülekezetben megsérültek. És nem látom, vagy kevés veszélyt látok, ami olyan döntő vagy jelentőség teljes lenne, mint azoknak sokszor a ténykedése, akik fundamentalista gyülekezetben sérültek. Mert ők, ezt én tapasztalom, egyszerűen ösztönösen minden határozottságban, minden keménységben, jó értelemben vett keménységben és minden kiállásban reflexzerűen, vagy feltétlen reflexből visszagondolnak a sérüléseikre. És olvasom evangéliumi gondolkodóknak sokszor a blogjait, és azt látom, hogy ilyen túlóvatosság érvényesül. Túlzottan bele, néha egészen erősen belerúgnak azokba az evangéliumiakba, akik határozottan kiállnak, mert egyszerűen összeszűkül a gyomruk az erősebb tónusra. Nektek van ilyen tapasztalatotok? Vagy ez csak egy ilyen egyéni tapasztalat? Nem, most nem azt akarom, hogy igen van, de hogy... De igen van, végül is ezt beszéltük. Nem, de tényleg, tehát amikor kikerültem gyülekezetbe és elkezdtem prédikálni, akkor hát ugye a legjobb kritikusom mindig a feleségem, mert ő elmondja, amit mások esetleg nem mondanak el. Ugye a templom kapuban mindig azt mondják, hogy csodálatos volt, köszönöm szépen, nagyon megérintett. Nekem ezt mondják. De a feleségem azért úgy gyakran elmondta, hogy amit itt mondtál, az én tudom, mit akartál mondani, de hogy ez így félreérthető volt. És aztán én is találkoztam egy-két emberrel, akik úgy nyíltabban elmerték mondani, hogy miért mondtad ezt. És én nem is ezt mondtam, nem is ezt gondolom, de hogy rá kellett jönnöm, hogy a prédikálás módszertanának az egyik legfontosabb alapeleme, hogy tényleg azt mondjam, amit mondani akarok, és határoljam el a mondani valómat attól, amit nem akarok mondani. És nem feltétlenül azért, mert valaki megsérült ilyen közegben, amit említettél, minden ember egyszerűen sérült közegből jön, akár itt, akár ott sérült meg. Tehát ha egyszerűen hitetlen, ott is összeszedte a maga sérüléseit. És én nagyon vigyázok arra, hogy ne többet mondjak, ne kevesebbet mondjak, ne mást mondjak, hanem pontosan azt, amire gondolok. Nagyon igyekszem ezt így kifejezni. És amit mondtál, hogy különösen azok szoktak érzékenyek lenni, akik mondjuk egy fundamentalistább körben szerezték a sérüléseiket, hát ezzel is egyet tudok érteni. Ugye azért különösen rossz ez, mert
hát főleg magyar környezetben igét valószínűleg ott lehetett hallani. Tehát liberális környezetben az ember nem hall igét, legfeljebb felolvassák, aztán agyonütik a liberális beszédükkel. De hogy mondjuk egy ilyen gyülekezetben az ember találkozik az igével, nagy reményeket táplál, elindul az új életben, aztán valamelyik vezetőnek, vagy tagnak, vagy teljesen mindegy kinek a hatására jött összedől, akkor utána hiheti azt, hogyha kicsit nem annyira távlatosan gondolkozik, hogy hát akkor ez az evangéliumnak a hibája, vagy az evangélium bizonyos magyarázatának a hibája. Konzervatív evangélium. Igen, pedig nem erről van szó, hanem az emberi bűn az ott működik. Őt megsértették egy gyülekezetben, lehet, hogy köze van ahhoz a tanításhoz, amit ott hallott, mert olyan is létezik, hogy félre magyaráztak valamit. Annak is tényleg súlyos következményei lehetnek. De lehet, hogy teljesen tisztán magyaráztak mindent, csak valakivel összerúgta a port, nem tudták rendezni, és akkor tényleg ezek a sérelmei jönnek elő újra meg újra, mert azóta sem tudta rendezni. Gyakorlatilag tényleg úgy van, ahogy mondod, hogy Tim Keller szokta ezt mondani, ezt a hármasságot, hogy más a törvényeskedés, meg más a farizeusság, vagy a farizeusság, meg a liberalizmus törvénytelenség. Tehát, hogy az evangélium az mindig más, és az evangélium az szentség és szeretet. Tehát, hogy az evangéliumnak van egy olyan együttese, amit emberileg nem lehet kisajtolni. Ugye ezt hangsúlyozza Schaefer nagyon, meg hát a saját tapasztalatunk is, hogy saját emberi viszonyunkból vagy az egyiket fogom hangsúlyozni, vagy a másikat. És valóban úgy van, hogy lám-lám, ez a jelenség, ez arról szól, hogy ha én megsérültem az igazság alatt, akkor azt remélem, hogy majd a szeretetben meggyógyulok. De a meglepő az, hogy nem a szeretetben fogok meggyógyulni, hanem a szeretet teljes igazságban fogok meggyógyulni. És igazából lehetséges, hogy föl fogok sziszenni az első, a második, a sokadik alkalommal, amikor határozott igazságot, de szeretetben hallok, de egy idő után elkezd gyógyulni a lélek. Tehát egész egyszerűen, hogyha ennek a... Ez Jézusi. És csak abba tudunk gyógyulni, de ez nem emberi. Ezért van szükségünk a kegyelemre, meg a Szentlélekre, mert egyikünk se tudja emberek produkálni. Tehát, hogy megint csak ott vagyunk, hogy rászorulunk arra, hogy Isten kegyelme munkálkodjon bennünk, hogy ne sértsük már agyon azokat, akik körülöttünk vannak. Igen, és ugye itt van az ördögnek a csapdája, hogy találkozom valakivel, aki mondja a sérelmeit, sokszor ezt nem úgy adja elő, ahogy mondjuk a nagykönyvben meg lenne írva, hogy leülünk egy kedélyes beszélgetésre, és akkor na, elmondom minden búmat, bajomat, kijön belőlem a méreg, és akkor kezdjünk újra mindent, hanem eljön hozzám, aki szintén prédikálom valahogy az igét, és akkor elkezd abba belekötni. És ilyenkor nehéz azt mondani, hogy hát én védem a Biblia igazságát, és akkor jön valaki, aki meg támadja, akkor hogy tudom ezt a szeretetteljes attitűdöt felvenni vele kapcsolatban? Türelmesnek kell lenni, és rájönni arra, hogy mi áll a háttérben. És akkor már is nem ellenségként van. Tehát lehetséges, hogy az, amiről beszélgetsz vele, az valójában egy intellektuális gyakorlat. Így van, és valami más hova akarja ő az egészet kivezetni. Egészen máshol van a történet. Hát ugye itt jön be a végig az, amit mond, amit emlegettek is, a szentség szeretet, ugye ezt végig hangsúlyozza a könyvben, tehát ez a kettőség végigvonul, ahogy már mondtuk, és ugye említi a konfrontációt. Na ez a szó önmagában konfrontatív. Tehát azt, ha leírja valaki, hogy konfrontációra szükség van, az konfrontatív ma. Hogyan lehet konfrontálódni? Mert azt mondja, hogy az evangéliumi keresztények bizony nagy lehetőségeket szalasztottak el azzal, hogy hátraléptek mindig egyet-kettőt. Én Magyarországon egyébként ezt érzem. És leír különböző technikákat is, ugye, hogy ez hogyan történt. Például leír egy ilyet, nem tudom, erre emlékeztek-e, hogy a tájékozottsággal palástolják sokszor a, hogy mondjam, a semmittevést, vagy a konfrontáció hiányát. Hogy az abortuszt hogy verték át, ugye a Roe and Wade, vagy említ konkrét eseteket, hogy voltak egyes evangéliumiak, de azt mindig oda tettek egy det. Én is így gondolom, szerintem sem kellene, de... És mindig megjelent egy de, és én ezt Magyarországon, főleg evangéliumi körökben, ezt hihetetlenül, aktuálisnak érzem.
Tehát alapvetően nem tudunk összezárni, mert mindig van valaki, aki azt mondja, hogy de. És lehet, hogy egyénileg úgy gondolkodik, de közben meg, hogy mondjam, az erő elvész. Mivel ha nem tudunk falangzba rendeződni, mi evangéliumiak, akkor az erőnk az gyakorlatilag egyenlő a nullával. Na most ő azt mondja, hogy a konfrontációra szükség van. Ti mit gondoltok erről? Hogyan kell konfrontálódni? Az igazság Schaefer szerint konfrontációt von maga után. Meddig terjedhet a konfrontáció? Hol válik szeretetlen konfrontációvá? Mert azt mondja, hogy mindig szeretetben kell konfrontálódnunk. De ugye ez annyira nehéz, mert ha már indulatból is van szent indulat is, vagy erősebben reagálunk, arra rögtön ráfújják, hogy ez szeretetlen konfrontáció. Akár a lelkiszi gyakorlatból is mondhatok erre példát, vagy egy elvi elképzelést, vagy Schaefer alapján valamit. Nekem az jut eszembe, hogy tehát akkor, amikor Martin Luther King föllép a rasszizmussal szembe, teljesen egyértelműen bibliai alapokon, akkor kiteszi magát annak, hogy ösztűz alávetik. És én azt gondolom, hogy amit mond Schaefer konfrontáció, ez elkerülhetetlen. Viszont az is biztos, hogy ennek következménye lesz. Tehát az a kultúra, ami körülvesz bennünket, nincs hozzászokva ahhoz, hogy az egyház beleszóljon a bármibe is. Az egyház hallgasson és gondozza a szegényeket. Mert a hívő ember olyan. Ez a számunkra kijelölt terület. Uh-huh. És most ez egy más kérdés, hogy az egyháznak hogy kell gondolkodni erről, de hogy értelemszerűen Isten bele akar szólni dolgokba, és mi történik ma, hogyha beleszólsz bármibe, azt fogják mondani, hogy bal vagy jobb oldal. Tehát át fogják politizálni a szavakat. És tehát egy olyan darásfészekbe nyúl bele az ember a konfrontációval, ami eleve egy darásfészek, egy nagy adok-kapok. Tehát erre föl kell készülni, de mindeközben, tehát valahol, most ez egy jó kérdés, hogy mi ennek a fóruma, de most arra van fórum. Tehát most arra az internet világában van fórum, van lehetőség arra, hogy valahogy az ember kifejezze, tehát az egyház megszólaljon bizonyos ügyekben. Tehát nekem csak az jut eszembe, nagyon érdekes volt, Pocsai Mikivel beszélgettünk a koronavírus kapcsán, hogy az egyház mit mondott. És valójában az egyház nem mondott semmit. Szajkózta azt, amit a világ mondott. Vegyél maszkot, tartsál távolságot, százan gyűjjünk egybe. És nagyon érdekes volt az a megszólalása, fölhívta a figyelmet arra Miki, hogy Balcó András csak ennyit mondott, hogy Isten megkocogtatta a katedrát. Ez a koronavírus. A diákok elvoltak maguk, nem vették észre, hogy bejött a tanár, és Isten megkocogtatta a katedrát, hú, itt vagyok. És most zavar van a diákok között, mert nem értik, hogy mit keres ez ott. Eddig is jól el voltunk nélküle. És milyen érdekes, hogy ez egyetlen mondat, egy nagyon jól elhelyezett mondat, de helyre tesz mindent, hogy ki az úr a házba, hogy kell elgondolnunk ezt az egészt, és valami módon helyre teszi azt, hogy miben vagyunk, mi ez a történet, hogy kell értelmezni. És ez, tehát csak ennyi, megkocogtatta Isten a katedrát, ez arra segít, hogy akkor én hol vagyok ebbe az egészbe. Arra hív, hogy figyeljek Istenre. És ezt úgy mondja el Balcó András, hogy ez egy nem hívő ember számára is érthető. Én azt gondolom, hogy ezt jelenti a konfrontáció. Olyan megszólalások, ami mögött olyan bölcsesség van, hogy arra hív, amire Isten hív. Csak ugye ehhez bölcsesség kell. Amikor konfrontálódunk valakivel, magyarul elmondjuk, hogy a Biblia szerint miért nincs neki igaza, akkor ugye ő ezt egy támadásként fogja fel. Tehát, hogy valamit mi el akarunk tőle venni. És hát úgy lehet talán kihúzni ennek a méregfogát, hogyha rögtön adunk is helyette valami mást. Szerintem erről szól az, hogy szeretetteljes konfrontáció. Tehát, hogyha én kihúzom a másik ember gondolkodása alól a talajt, akkor ő ott fog ülni a semmiben. Uh-huh. És annál félelmetesebb érzés, mint hogy a semmiben ülök, az, tehát az elképzelhetetlen. Éppen ezért, hogyha
szimplán úgy konfrontálódunk, hogy ilyen pitbull módon, tehát hogy keresem a helyzetet, hogy végre kössön már belém valaki, és akkor hadd mondhassam el, hogy mit mond a Biblia ennek a pogány társaságnak. Ez olyan, mintha bemennék a kocsmába, és elüvölteném, hogy itt milyen részegek vagytok ti, és akkor... És a részegesek nem öröklik Istenország. Igen, igen. Szóval nyilván van ez a fajta hozzáállás. Nem állítom, hogy sokan végzik ezt, mert jelenleg inkább az a probléma, hogy egyáltalán nem konfrontálódnak az evangéliumiak, ugye ez a nagy evangéliumi katasztrófa. Eljutottunk. De meg kell nevezni a másik végletet is, mert talán éppen ezért sokan annyira megutálják a hívőkkel való beszélgetést, mert mindig ezek a pitbull természetűek a leghangosabbak. És hogyha kijelent valamit egy keresztény ember, akkor sokszor átkapcsol az, hogy ja igen, már találkoztam ilyen emberrel, ő egy ilyen szeretetlen valaki. Tehát nyilván szeretettel kell konfrontálódni. Tehát hogyha oda megyek a másikhoz, tehát egyrészt ne keressem a helyzetet, hanem a helyzet adja magát. Tehát beszélgetünk valamiről, most akár világnézeti, akár erkölcsi kérdésről, egészségedre, ahol érzékelhetővé válik, hogy nagyon más malomban őrölünk, akkor ha van rá lehetőség, akkor mélyüljünk el ebben a beszélgetésben. Nyilván nincs rá mindig lehetőség, de ha látjuk, hogy van fogadókészség, akkor próbáljunk a mélyére menni. És nagyon sokat számít, hogy én milyen türelemmel, meg milyen szelídséggel teszem ezt. Tehát, hogyha a másik úgy érzi, hogy én totál elítélem őt a véleménye miatt, akkor le fog zárni. Pillanatok alatt. Lehet, hogy beszélgetünk még 3 órát, de az már csak olyan intellektuális pingpong lesz, ami nem érinti meg a lelkét egyáltalán. Ti ezt látjátok, hogy ez történik? Mert én még a keményebb vélemények mögött se ezt érzékelem, hogy az egyházi emberek azok elítélnének. Én inkább azt látom, hogy mindenki hátra van. Nem, én ezt értem. Csak azt akarom mondani, hogy ez az egyik véglet, amiről beszélünk, hogy nem konfrontálódunk. Ez a másik véglet, hogy konfrontálódunk, de nem a megfelelő szeretettel. És mivel pont azokat az embereket akarjuk rávenni a konfrontációra, akik ezt nem szokták meg, nagyon könnyen hiszik azt, hogy akkor át kell esni a másik végletbe. És akkor mindenkit kiosztok folyamatosan, és ez nem az evangéliumi út. Tehát nyilván el kell mondanom, hogy mit tanít a Biblia, de azt olyan szeretettel, hogy a másik érezze azt, hogy én őt ember számba veszem. Nekem az jut eszembe, hogy fórumokról is beszélgetünk ez időtájt, mert akkor, amikor azt várnánk, hogy az egyház szólaljon meg, az egyház, akkor én úgy igényelném, hogy a közéletben valami módon elhangozzanak azok a keresztény értékrendet képviselő mondatok, nem politikusok szájából, hanem egyházi emberek szájából, ami a kereszténység álláspontja éppen egy aktuális esemény kapcsán. Megszólalhatunk, nem? Tessék? A lelkészek megszólalhatnak. Egyértelműen. Most ez egy más kérdés, hogy nyilván kit fognak kérdezni akkor, amikor... Tehát ide kiállok és kifigyel rám, igen. Így van, tehát hogy ez egy más történet, de hogy a legtöbb esetben azért mégiscsak úgy van, hogy a személyes beszélgetésekben történhet meg ez a konfrontáció. Tehát nagyon ritka az az eset, hogy valaki az órunk alá dug egy mikrofont, hogy na mondjuk el országvilágnak. És nagyon érdekes, hogy Schaefer, amikor beszél erről, akkor nyilván még ott az abszolút igazság világában vagyunk. Most meg már nem. Tehát, hogy így van, de azért a kezdet-kezdetén még azért volt ennek egy ilyen nehézkedése. Tehát ő még mindenképpen ebben a világban gondolkodik, meg még nagyjából ebben a világban él. Ma, hogyha beszélgetek valakivel, akkor ugye azért érdekes ez a konfrontáció, mert hogy a relativizmus miatt már csak véleménykülönbségek vannak. És ez egy nagyon érdekes jelenség, akár a malmunkra is hajthatja a vizet, mert hogyha a szomszéd elmondhatja azt, hogy mit gondol a világ folyásáról, akkor én pont ugyanolyan joggal elmondhatom a világ folyásáról a véleményemet. Igen, csak visszajutunk a Szentírás tekintélyéhez. Egyértelmű, mert ha a keresztények nincsenek meggyőződve arról, hogy Isten tekintélye áll mögöttük, nem tudok máson, hát a Szentírás tévedhetetlen ígét fogadják el, akkor az azt jelenti, hogy Isten feltétlen tekintélyével szólalnak meg, nem? És úgy képviselik. Így van. De ha ez nem meggyőződésük, bár hisznek ilyen szubjektív ugrással, ahogy itt beszéltük, de mégse tartják a véleményüket olyannak, mint amivel konfrontálódhatnának. Hanem azt is csak egy ilyen óvatos véleményként
kiteszik portékaként a vélemények piacára, és ha valaki ránéz, és valakinek megtetszik, akkor odaadják neki félve. Ugye, talán ezért van az, amikor így, már nem tudom, kinél olvastam, ugye megkérdezte a hívő hallgatóságát, hogy mik azok az akadályok, amik őket gátolják abban, hogy bizonyságtételt tegyenek, és megosszák másokkal a hitüket. És az egyik, talán a 7 legkomolyabb ilyen akadály közül az volt, hogy félek, hogy ők fognak engem elbizonytalanítani. Apologetika. Igen, tehát hogyha én meg vagyok győződve az igazság felől, akkor tudom mondani. Ha meg nem, akkor félek, hogy engem bizonytalanítanak el. Akartál meg valamit mondani? Az előbb a fejemben volt valami, de... Na, úgy, hogy kiütöttem. Elszállt. Igazából az utolsó témához jutunk el. A könyv, ahogy itt említetted is, a könyv címéhez, a nagy evangéliumi katasztrófához, ami ugye az alkalmazkodás. Az alkalmazkodás jelöli meg, hogy az evangéliumiak alkalmazkodtak a közfelfogáshoz, a szekularizmushoz, a humanizmushoz, a felvilágosodáshoz, lehetne sorolni, és ugye ezt nevezi farmer mentalitásnak, mert ugye abban az időben terjedt el a farmer. És akkor említi, hogy oda a Lábriba is mentek fiatalok farmerbe, és pusztán csak azért vették föl, mert alkalmazkodnak. Nyilván nem a farmer viselése van, én is farmerben vagyok. És... Sőt, azóta megtudtam, hogy református viselet. Nem tudom, ez belefér-e, nagyon érdekes. Kint voltunk Franciaországban, Huguenotta helyszínen, és ott van egy nagyszerű, nagyszerű múzeum, ami bemutatja a huguenottáknak az életét. És a tárlatvezető fickó, aki körbevezetett bennünket, az elmesélte, hogy NIM-nek hívják azt a helyszínt, ahol ez az egész van, N-I-M-M, NIM, és hogy amikor a huguenották menekültek, ugye többen kimentek Amerikába is. Hát mit csináltak? Hát magukkal vitték azt a vászonszövetet, amit ott is használtak, és mi lett belőle? Ez lett a de NIM. Vagyis denimből származik, és konkrétan a jó emberünk farmerba csinálta a tárlatvezetést, mert hogy a farmer az amerikai, Amerikába menekült huguenottáknak volt a ruházata. Szóval most már jobban érzem magam. Úgyhogy én azóta farmert is hordok. Csak úgy mondom. Mi az a, ha itt a nagy evangéliumi katasztrófáról beszélünk igazából, ez az utolsó témakör, hogy miben látjátok azokat a hitelvi vagy etikai dolgokat, ahol ez az alkalmazkodás megtörtént? Leginkább ma az evangéliumi világban. Mely pontokon? Ő itt említ párat, ugye? Nem tudom, hogy ezzel egyetértetek-e. Szerintem hallgatás van. Tehát az abortuszban nem szólalunk meg. Illetve hát itthon annyira nem, de... Igen. Uh-huh. Igen. Tehát hogy most ez egy más kérdés, hogy kint mi van. Igen. Az is egy érdekes jelenség. De hogy... Tehát most, hogyha a hazai viszonyokról kell beszélni, akkor igazából az van, hogy a fejünk felett zajlanak az események. Igen. Tehát szexualitás... Most már 50 éves lemaradásban vagyunk, tehát a szexuális szabadság az 70-es évektől kezdődik, és az, ami most van, a homoszexualitásnak a térnyerése és a homoszexuális házasság kérdése és a többi, ezek mind ugyanannak a gyökérzetéről erednek, a szexuális szabadság gyökérzetéről. Akkor nem szólaltunk meg, most meg 50 évvel később próbáljuk utolérni magunkat, vagy még itt se, mert hogy még itt se. Tehát, hogy már látjuk, hogy Európában mi zajlik, mi meg még mindig csendben vagyunk. Közben ugye most éppen mai történet ez a, mi is a címe, Meseország mindenkinek? Érzékenyítő mesek. Mindenki, így van. Tehát, hogy nem titkolt szándékkal eljutottunk odáig, hogy az óvodai érzékenyítés megtörténjen, ergo óvodai oktatás van, mire ugye a miniszterelnök azt mondja, hogy a gyerekeinket, na az nem. Az nem, az nem. Tehát, hogy még majdnem, hogy ott tartunk, hogy a politikusok azok, akik ebben érzékenyebbek, és megint csak ott vagyunk, hogy azt nem tudom, hogy az egyház képviselete, vagy akár csak mi magunk is, mi módon kell ebbe belefújjunk, vagy megszólaljunk. Érdekes jelenség ez Magyarországon. Nem most sokszor a politikusok jelentik a tűzoszlopot, amit követünk. Vagy ők állnak ki, és... sokszor végzik el azt, amit talán nekünk kellene. Kapnak mikrofont. Tehát őket kérdezik. Nem csak mikrofon kérdése ez szerintem. Tehát
valahogy a népegyházi keretek között mindig úgy érezzük, hogy mindenkinek meg kell felelnünk, nehogy megsértsünk bárkit is, mert akkor veszítünk ebből a körből, akik hozzánk tartoznak. Tehát nem merjük annyira kimondani. A politikusok, akik benne élnek sokkal inkább a világban, ők tudják, hogy tehát határozottan viselkedni az hosszú távon mindig nyereségesebb, mint ez a fajta hozzáállás, ami a népegyházaknál sajnos nagyon is jelen való. És nem azt mondom, hogy nálam ez semmilyen szinten nem játszik, és hogy én ez alól ki tudom vonni magam, de ez biztos, hogy egy népegyházi hozzáállás. Bár én személyes szinten a lelkészeken azért, legalábbis akikkel én így közelebbi kapcsolatban vagyok, én azt látom, hogy ki mernek áll és elmerik mondani. Az más kérdés tényleg, hogy milyen publicitást kapnak. Hát illetve meg akiket te ismersz, az egy egyházi vezetőn is látom azt, hogy bátran kiáll, bár az is érdekes, hogy utána meg egy egyházi belső ellenzéke van, amelyik leúrogja. Tehát, hogy na mindegy. Az is érdekes, hogy a válást említi, ami egy teljesen aktuális dolog, nem? De az meg, mintha már azon már túllapoztunk volna. Tehát aktuális egyrészt, de olyan, mintha már 40 oldalal arrébb lennénk, és kicsit olyan anakronizmus visszalapozni, hogy na most nézzük meg megint a válást. Tudjuk, hogy nincs rendben, de már egy kicsit ilyen lejárt lemez. Azért nehéz, mert eleve az esküvő, mint olyan. Az esküvő. Egy népegyházi keretben, tehát hogy mi történik ott, mit csinálunk. Tehát, hogy milyen elvárásaink vannak egy esküvői pár megjövetelekor, és akkor valójában, amikor elvált, bármelyik fél is elvált, és úgy érkezik meg, akkor mennyi, hogyha eleve az esküvői előkészítő alkalmával semmilyen elvárásunk nincs, akkor miért pont egy elvált párnál támasztanánk elvárást? Egyébként ehhez kapcsolódva Schaeffernek ez a könyve, azért is nagyon jó szerintem, a könyvajálóba is átmegyünk egy picit, mert ja, egészen vicces, nem tudom, hogy olvastátok. Tehát amikor arról beszél, hogy konzervatív evangéliumi, elvileg konzervatív evangéliumi keresztények, akik elválnak, milyen szofisztikált narratívával mentik föl magukat, hogy olvassak föl egy rövid részt, hát ő beidézi ezt. Figyeljetek, ez egy konzervatív evangéliumi. Egyébként én ezt abszolút aktuálisnak érzem, ugyanilyen szövegekkel találkozunk helyek közel magyar evangéliumi közegben is. Egy keresztény konzervatív például azt írja, itt Ózginiszt idézi, egy keresztény konzervatív például azt írja, hogy házasságának felbomlása sajnálatos, de egészséges új kezdet volt mindkettőnk számára a magunk útján. Majd azzal folytatja, hogy Ábrahámhoz hasonlóan elhivatott, hogy hitáltal hagyja el a házasság biztonságát, és induljon spirituális zarándokútra az érzelmi hitelesség felé. Egyszerűen ezt keretbe kéne foglalni, ezt mondom. És egyébként, hát hogy mondjam, ezt elég határozottan summázza ő. Most nem akarom ezt már felolvasni, nem akarok egy felolvasó estet, de ezekre jól rámutat. És ha nem etikai szintet néztek, hanem hitelvi szintet, akkor hogy történt ez az alkalmazkodás, ami ma különösen aktuális vajon? Én alapvetően azt mondanám, hogy az alkalmazkodás nem elsősorban hitelvi és erkölcsi pontokon történt meg, hanem azon a szinten, amit hozzáállásban tapasztalunk másoktól. Tehát, hogyha manapság azt mondja a világ, hogy bármit tehetek, csak ne bántsak meg vele másokat, akkor ezt az attitűdöt jelenti elsősorban ez az alkalmazkodás. Éppen ezért ki tudunk állni bizonyos elvek mentén, ami csak ránk jellemző, ha ezzel nem sértünk meg amúgy senkit. Tehát lehet, hogy egy evangéliumi keresztény simán elkezd beszélni a teremtésről, akár kifejti azt is, hogy ő hiszi a 6x24 órás teremtést, mert tudja, hogy ezzel különösebben nem fog belegázolni senkinek a lelkébe, mert így legfeljebb legyintenek egyet és kész. De amikor olyasmire kerül sor, hogy ha te ezt nem hiszed, akkor elkárhozol, na akkor ezt nem a teremtésről beszélek, hanem mondjuk Krisztus megváltására, halálára, feltámadására, hogyha te ezt nem hiszed, akkor elkárhozol, akkor ez már egy nagyon karcos üzenet, akkor ezt lehet, hogy nem fogom így megfogalmazni. És akkor jön az, hogy több út van az üdvösséghez, vagy hát látom rajtad a nyitottságot, ez már lehet, hogy Isten kegyelme munkálkodik benne. Tehát sokféle módon meg tudjuk fogalmazni szofisztikáltan, de hogy akkor ezt nem mondom ki.
Lehet, hogy nem fogunk beszélni a csodákról, mert az megint olyan kényelmetlen, hogy na hát akkor leértékeljük vele az evangéliumot, mert na hát nem miatt forduljanak el tőlünk. És erkölcsi téren is. Tehát, hogyha kiállunk amellett, hogy nagy család, persze tök szép dolog egy nagy családban élni, és nevelgetni a gyerekeket, és ez mekkora erőráfordítás, de áldás, és stb. Oké, ezzel nincs baj. De tényleg, amikor előjön az abortusz kérdése, vagy a válás kérdése, akkor erről nem lehet úgy beszélni, hogy a másiknak ne fájjon. Akármennyire is szeretetben beszélünk róla. És hát itt jön át az, hogy akkor tényleg jönnek ezek a konkrét pontok, amikben előbb-utóbb engedünk. De ez már csak a következménye. Tehát mondom, az alap az az, hogy átvesszük a társadalomnak a hozzáállását. Hogyha a társadalom hozzáállása az lenne, hogy mondjuk csak meg egymásnak, és tehát egy ilyen kvázi pitbull útra lépne a társadalom, akkor lehet, hogy a kereszténység is ezt követné ezen a téren. Hát jelenleg most ez a ne bántsuk egymás gyerekek hozzáállás uralkodik. És szeressük. Igen. Nem tudom, hogy azzal egyetértetek, én is hasonlóan látom, csak ha mondjuk így konkretizálnom kellene, szerintem a bűn fogalma oldódik föl teljesen. Gyakorlatilag nem, szóval nem kerül tematizálásra, hogy mi a bűn, céltévesztés, egyebek, és minden konzekvenciájával. Sokszor az ige hirdetésekből is valahogy, ugye alapvetően a kapcsolatiságra, főleg a, hogy is mondjam, a segítő szakmáknak az elterjedésével és a pszichológiának, én úgy látom, vagy a társadalom átpszichologizálásával, mert már pszichológiai terminusokban gondolkodunk sokszor. Egyszerű emberek az utcán nem teológiai terminusokat emlegetnek, hogy világ, Isten, bűn, teremtés, nem tudom, hanem kapcsolatok, kötődés. Tudjátok, tehát átpszichologizálódik maga a teológiai nyelvezet is, és mivel a pszichológiának mégiscsak szekuláris alapjai vannak, és nem akarom leírni az egészet, de ahogy átpszichologizálódik a teológiai nyelvezet, eltűnnek sarkos teológiai igazságok, és én pont azt látom, hogy a bűn így értelmezhetetlenné válik. És mivel a bűn értelmezhetetlenné válik, ugye van egy bűnös ember, van egy szent Isten, van egy ember, aki a másik ellen bűnt követel, tehát ezek az egyszerű felállások is eltörlődnek, és ilyen felelősség szétkenésben vagyunk. És valahogy azt látom sokszor, szerintem gyülekezeti és egyházi szinten is, vagy akár egyházfegyelmi szinten is, hogy ez nem pusztán libertarianizmus vagy szabadosság, ami történik, hanem egyszerűen a közszellem, hogy a felelősséget addig kell szétmasszírozni, amíg szinte már mindenki be van kenve vele, és nem tudod megmondani, hogy te elkövetted ellene ezt, ezért neked ezt jóvá kell tenned. Tehát a legalapvetőbb dolgokat sem lehet föltérképezni. Én ebben látom, de lehet, hogy ez erőltetett, vagy ti nem így gondoljátok. Nekem annyi jutott még eszembe, ami egy sajátos szempont, hogy korábban, amikor azokkal zajlott a beszélgetés, akik a falakon kívül voltak, akkor nagyjából ugyanaz volt azért a terminus. Tehát, hogy nagyjából ugyanazok voltak a keretrendszerek, amikben gondolkodtunk. Legalább az megvolt, hogy Isten van. És most eljutottunk odáig, hogy nem biztos, hogy Isten van. Tehát magam számára úgy fogalmaztam meg, hogy korábban a beszélgetést el lehetett onnan kezdeni, hogy figyelj, térj meg, mert ennek volt valami értelme. Tehát megvolt az, hogy kicsoda Isten, és hogy Jézusról nem a Jézus Krisztus szupersztár jutott elsőként eszébe az illetőnek. Tehát, hogy valamiféle alapja volt ennek, most teljesen mindegy, hogy mi volt ennek az előzménye, tehát, hogy a hitoktatás, vagy éppen a kultúrában való megjelenés, vagy egyáltalán csak az, hogy a maga a kultúra az még abszolútumokban gondolkodott, és jó és rosszban valahogy igazodott a bibliai értékekhez. De most eljutottunk odáig, hogy már nem tudod itt kezdeni a beszélgetést, hanem hátrébb kell lépni, jóval hátrébb. Most éppen ott tartunk, hogy van akinél, tehát hogy mindig az a kérdés, Séfer úgy fogalmaz, hogy nyilván egy beszélgetés alkalmával nagyon ritkán jutunk el odáig, hogy az illetőt a megtérésig átvezessük, vagy azon átvezessük. De hogy mi a feladatom? Az, hogy egy lépéssel közelebb tudjon lépni ehhez. És hogy valójában igen, valahol, ha az a kérdés, hogy meddig kell hátralépni, a legtöbb embernél, ahogy mondod, hogy eltűntek az alapvető fogalmak. Tehát, hogy
már az sincs meg, hogy Isten van-e. Tehát, hogy onnan kell kezdeni, hogy mi van akkor, ha nincs Isten, nihilizmus. Akkor menjünk, és nincs értelme a szeretet szónak. Nem mondhatod soha többet azt, hogy valami jó vagy rossz. Tehát, hogy akkor ezeket felejtsük el. Akkor próbálj meg enélkül élni. Jó, akkor muszáj, hogy legyen Isten. Kell, hogy legyen Isten. És ebben a zaklatott világban, mert ez is egy tényező, egyáltalán van idejük arra, hogy ezt végig gondolják? Mert ez a másik aspektus. Nekik nincs. Hogy eleve idő sincs rá, nem? Nekik nincs. Én azt gondolom, hogy ha valamit tehetünk mi egyházként, az az, hogy felvállaljuk ezt az utat. Tehát, hogy egész egyszerűen elkezdjük bejárni ezt az utat az ige hirdetéseinkbe, feltételezve azt, hogy lehet, hogy az illető nem hallgatja, de lesz valaki, aki szereti, és azt mondja, hogy figyelj, ezt hallgatd meg, mert ez olyan, amit te is érthetsz. Tehát, hogy lehetséges, hogy egyszerűen nekünk kell még egy mérföldet menni. És lehet, hogy hát ideje sincs, tehát tényleg egy ilyen világban élünk, hogy minden pillanatunk be van osztva, akár a közösségi média által is, tehát hogy nem tudunk már úgy végigmenni az utcán, hogy... Igen, tehát ilyen Matrix módra, mintha belennénk kötve folyamatosan, és információk özönében járunk. Mikor tudok én elgondolkozni a saját gondolataimon, meg hogy látom a világot, tehát esélytelen, illetve ha el is jutnék odáig, hogy erre van lehetőségem, már fáj a zajnak a hiánya. Tehát az, hogy most nem tudom kitölteni ezt a fájó ürességet önmagamban valamivel, és gondolkodni kényszerülök, és nem csak arról, hogy mit fogok vacsorázni, hanem ennél komolyabb dolgokat, méghozzá a legkomolyabbat, ez némelyeknek már fizikai fájdalmat jelent. Tehát ez nem egyszerű. Tehát csak mondtam, hogy ez így van. Mi a megoldás? Még azzal kapcsolatban, amit mondta, hogy hát igen, a bűn kérdése az abszolút az a terület, amivel nem szeretünk foglalkozni, már csak azért sem, mert kényelmetlen, de amiatt is, amit mondtál, hogy nem is értjük már, hogy mi az a bűn sokszor, mert jön a pszichológia, és minden megmagyaráz. Tehát, hogy hát te azért vagy ilyen, mert ez és ez történt veled, és akkor már is ott van a felmentés. És lehet, hogy igaz, hogy én azért alakultam olyanná, amilyenné, mert ilyen környezeti hatások értek engem, de egy bűntelen világban ezek a környezeti hatások nem tettek volna engem ilyenné. Tehát ugye a bűn az sokkal mélyebb dolog annál, mint hogy éppen hogy mutatkozik meg az életemben. A környezeti hatások legfeljebb terelgethetnek abba az irányba, hogy a bűnöm így vagy úgy nyilatkozzon meg. Tehát az biztos, hogy ezen a téren nem sokat köszönhetünk a pszichológiának, bár én a magam részéről úgy vagyok vele, hogy a pszichológia az nagy szolgálatot is tud nekünk tenni, hogyha azt olyan világnézettel párosulva végzi egy szakember, hogy tényleg segítsen bizonyos összefüggéseknek, érzelmi kapcsolatoknak a rávilágítására. Tehát én nem elítélni akarom a pszichológiát, mert az Istennek egy ajándéka, de csak akkor, hogyha nem keveredik ilyen más világnézetekkel. De én kiszélesíteném azt, amit mondtál, hogy itt nem csak a pszichológiával van gondunk, hanem azzal, hogy a világban jelenleg minden kérdésre van legalább 15 magyarázati lehetőség. Tehát, hogyha én nem a bűn kérdésével közelítek, hanem a Bibliának bármely más igéjével, teremtéssel, stb., ott is elmondanám, hogy ezt mondja a Biblia, de valaki elmondja nekem, hogy de hát erre van 15 világi elmélet, a Bibliát is lehet legalább 15 féle módon értelmezni. És amikor ide jutunk, hogy ennyiféle lehetőség közül lehet választani, akkor ott vagyunk a labirintusban, és akkor az egyértelműség elveszett. A káosz. A káosz, így van. Jó. Tehát ez a túl sok lehetőség, ez is egy káoszt jelent. Hát meg minden relatív. Tehát, hogy válogass neked, melyik így van, tetszik. Így van. Tehát, ugye, mert hogy ugye mi arról beszélünk, hogy a bibliai kijelentés azért emelkedik ki, mert hogy az eget és földet alkotó Isten az, aki beszél. És azért, hogyha ez nem elég, azért, mert Jézus feltámadta halálból. Tehát, hogy ezek azok az ismérvek, amelyek kiemelik a bibliai kijelentést az összes többi narratívából. Na jó, de akkor jelenleg ott tartunk, hogy az ember, aki már ösztönösen se szívja magába, úgymond, ezeket az alapvetéseket, még ha nem is hívő,
tehát mintha egy csimpánzt beengednének egy könyvtárba, hogy randalírozzon. Ott van 10 000 könyv, ott van az egész kultúra, ott vannak hagyományok, ott van 1000-nyi út, de semmilyen belső iránytűje nincs. Amit kívülről kap, az hektikus, sok, és gyakorlatilag fölmászik a létrára, beleolvas egy könyvbe, kitép egy lapot, átugrik egy, a csillára, a csilláról a másik könyvhöz, az kipakolja, leveri, tehát mint egy ilyen tényleg káosz. De Schaefer is ezt csinálta, tehát ő is átélte már ezt a posztmodern relativizmust, hogy egyszerűen a gondolkodásnak a struktúrái nem működnek. És ez itt a legfőbb probléma, tehát mielőtt még az evangéliumot bármivel konfrontálhatnánk, el kell jutni odáig, hogy legalább a gondolkodási struktúra legyen meg. Tehát meg kéne tanulni gondolkodni. Igen, tehát hogy igazából amennyire én kiveszem az ő könyveiből, sokszor így alakultak ezek a beszélgetései, hogy először jussunk el odáig, hogy van igazság. És amikor valaki a posztmodernből így vissza lett rángatva egy normális gondolkodás keretei közé, utána lehetett elkezdeni beszélgetni arról, hogy na akkor próbáld meg megfogalmazni a normális gondolkodás kereteiben, hogy te mit gondolsz, utána én is megfogalmazom, hogy én mit gondolok, és akkor ezeket így ütköztessük valamilyen módon. Igazából elérkeztünk a végére, ha valami még nagyon a szíveteken van, akkor mondjátok. Azzal szeretném zárni, hogy a János 13-at említi a végén, és ugye a szeretetről, itt van egy függelék a könyvben, egy korábbi könyvéből ide emelt egy részt, ez az ismertetőjelük a szeretet. És itt ugye, ha jól értettem, arról beszél, vagy el tudjátok mondani, hogy mit mond? Mondja, nyugodtan. Nem akarom elvenni a szót. A János 13-at idézi, és ugye itt Jézus azt mondja, hogy arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És itt ő a világról beszél. Tehát azt mondja, hogy végső soron a világ előtt ez egy tanúságtétel, és ez az egy dolog, amiben a világ megítélhet minket, hogy mi mennyire szerettük egymást. Másban nem ítélhet meg, de ebben megítélhet. És azt mondja, hogy ebben viszont felelősségünk van, és itt jön megint elő a szentség és a szeretet, a szeretetben való konfrontáció, és önmagában az, hogy evangéliumiak legalább, és itt a valódi keresztényekről beszélő ez definiálja, azok, még ha nem is értenek egyet dolgokban, de szeretetben legyenek, mert a világ más mechanizmusok szerint működik, és ha erre a szeretetre, erre a természet feletti szeretetre néz, akkor mégiscsak elgondolkodik majd. Ugye? Valami ilyesmiről beszél. Hát gyakorlatilag a Korintus levélbe is erre hivatkozik, hogyha valaki belép közétek, és látja azt a szép rendet, akkor rácsodálkozik, hogy az Isten itt van köztetek. És hogy valójában igen, tehát hogy mi a végső érv a kereszténység mellett, mi az, ami elhallgattat mindent. És hányszor hangzik el az, hogy hát hülye, már hogy a keresztény, de azért a titkaimat rámerem bízni, vagy de hogyha olyan helyzet van, akkor abba segítségül tudom hívni. Ha bajba vagyok, mégiscsak őt fogom segítségül hívni. Tehát, hogy egész egyszerűen nyilván ez is benne van, hogy Isten igazolja az övéit, azért még az imádságot hozzuk már be ebbe az egész képbe, tehát az a vállalkozás, amire vállalkozunk, hogy keresztény emberként élünk, és hogy Isten képviseljük ebbe a világba, ezt nem egyedül kell csináljuk. És hogy valószínű, hogy az ima életünknek jót tenne, hogyha ezt komolyan vennénk. Tehát, hogy Schaefer ezt azért elég masszívan hangsúlyozza, hogy meg neki az élet módja is olyan volt, hogy az imádság mennyire szervesen benne volt az életében, és azért azt gondolom, hogy ezt mi sem ússzuk meg. Annyit szeretnék a végén mondani akkor, így ha már nincs más gondolat, hogy Magyarországon nincs még hivatalos lábri közösség, de azokban az országokban, ahol ilyen nincs, tehát hivatalos, létrehoznak egy-egy olyan kört, ami a lábri szellemiségével, lelkiségével foglalkozik, és ilyen már van nálunk is, és ugye ennek Hamar Dániel a kezdeményezője. Nyári konferenciákat szerveznek, találkozókat, és általában a lábri mozgalomban található előadókat hívják meg, és ugye ezek a közösségek nem csak a fejtágításról szólnak, tehát nem csak előadásokat hallgathattok, ha ilyenre elmentek egy ilyen közösségbe, egy ilyen alkalomra, hanem magáról a közösségről, tehát például fontos része a közösségnek az étkezés. A lábri közösségem az étkezésnek egy ilyen kiemelt szerepe van, ahogy a Bibliában is, az asztal közösségnek.
A célja ezeknek, hogy a lábri lelkiség elemeit átültessék gyakorlatilag a mindennapi keresztény életbe. Na, ez csak azért említettem. Ez elég titokzatos így. Igen. Én voltam ott. Tehát, te voltál ott. Én voltam ott. Jelen pillanatban úgy tudom, hogy 9 ilyen branch van szerte a világban, 2 Amerikában, itt Európában, Angliában, fönt skandináv területeken, Hollandiában, Svájcban továbbra is működik. Ezekben lehet menni, tehát akár lehet úgy menni, hogy az ember egy hétre megy, lehet úgy, hogy egy egész terminusra, az általában 2-2.5-3 hónapot jelent. És ez tényleg annyit jelent, hogy a labrinak a lényege, hogy az a jézusi szempont teljesüljön, hogy milyen az, amikor együtt élnek az emberek. És ezért ennyire hangsúlyos az asztal körüli együttlét, mert hogy ez úgy néz ki, hogy nagyjából 10 ember van egy családnál, tehát ezek a tanárok, ezek együtt élnek egy nagy házban, én az angol labriba voltam, és ott az történik, hogy nincsen olyan étkezés, amit saját magad költesz el, hanem közösségileg zajlanak. Bemész egy családhoz, és az ő asztaluk köré ülsz le, együtt készítettétek el az ételt, együtt fogtok mosogatni is, meg tehát van egy ilyen hangulat ennek az egésznek, hogy az ember a fél napját tanulja, a fél napját dolgozik a közösség érdekében, és az a csúcspontja ennek az egésznek, hogy az étkezések körül mindig valamilyen kérdés körül zajlik a beszélgetés. Tehát nem az van, hogy megesszük az ételt, hát csak úgy mondom, hogy Angliában milyen lehet az ebéd. Egyébként nagyon finom ételt adnak. Hanem hogy a lényege, hogy ezek nagyjából ilyen 2 órás ebédelések, és elképesztő parázsviták vannak az asztal körül. És ami a sajátossága a labrinak, ami tényleg nagyon-nagyon jó, hogy az elmúlt nem tudom hány évük alatt, nem tudom mikor alapították az első, hát 50 éves volt 2004-ben, tehát azóta már 60 akárhány éves, kérdések mentén tartották az előadásokat, és minden, ami a kereszténységgel kapcsolatos kérdés, a beatthinking.org az nagyjából ilyen labri előadásokat tartalmaz, minden, ami a Bibliával vagy a kereszténységgel kapcsolatos akár kihívó kérdések, ezek azok, amiket próbálnak megválaszolni az előadásokban. Olyan, ahol az embernek a hitét intellektuálisan megtámogatják érvekkel. Egyébként van egy magyar, ugye ennek a magyar önszerveződő körnek, amit a Dani vezet, van is egy ilyen podcastje, vagy valamiféle csatornája, Labri Barátai, ezt beírjátok, akkor ott meghallgathattok nagyon érdekes ilyen beszélgetéseket nemzetközi előadókkal. Illetve hát most így a Covid elmosta a programjaikat, de figyeljétek, mert szervezik ezeket. Egyetlen egy kritikát, hogy mondjak a könyvvel kapcsolatban, nem, ez biztos feltűnt nektek is, nem értem, hogy az egyház helyett miért a gyülekezet szót használja, hogy ennek mi a koncepciója az evangéliumi kiadónál, hogy nagy kezdőbetűvel a gyülekezet, miközben néha olyan sutál jön ki, hogy Krisztus és az egyház, ezt így szoktuk meg a Biblia fordításaink is így, mert az egyházra írja, valamiért ez egy ilyen tendenciózus dolog az evangéliumi kiadónál, egyszer erre majd rákérdezek, hogy ennek mi az értelme, de ez egy picit zavaró volt nekem. Hát meg hogy következetesen úgy fordítják, miközben az angolban van, hogy erre van, hogy arra használja a church. Kifejezést, és ő meg következetesen gyülekezetnek fogja fordítani, akkor is, amikor nem is arról van szó, hanem mondjuk igen, egyetemes egyház, vagy ugye lokális gyülekezet. Így van. Köszönöm, hogy itt voltatok, és azt hiszem, ez egy jó kimerítő beszélgetés volt, és reméljük, hogy majd örömmel nézik az emberek, és tájékozódnak a könyvről, illetve hogy megveszik a könyvet. Köszönöm. Köszönöm.